kormány mögött, vagy kint az utcán. A Klassz FM-en. 6 óra múlt 15 perccel szép reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani. Sziasztok. Hello. Hát, drága hallgatók. Hello. A hét legboldogabb napján. Így van, hát holnap egy páran dolgoznak, de mi nem. Úgyhogy nekünk már ez a legboldogabb, de szolidaritunk azokkal, akik igen. Nekünk boldog, nekik reméljük, hogy az lesz már holnap este. De mi nem vagyunk itt, már látom az SMS falon, hogy többen kérdezitek. Mi nem szoktunk lenni. Ünnepi menetrenddel megyünk, vagy best of-val megyünk? Ezt nem holnap, tudom. Szerintem ünnepi menetrend van, hétvégi műsorvezetés. Igen. Így van. Igen. Úgyhogy úgy, hétvégén nem vagyunk. Mi a fenét dolgozunk most le? Vagy hát szegények dolgoznak le azok, akik... Most ez a 24-e? Uh-huh. Mert ugye 25-26 az piros betűs. Tehát a 24-ét dolgozod le. Aha. Tehát ez odaadjuk, de mégse adjuk. Amit igen, nagyon nem is értesz. Karácsony van, de mégse. Igen. Úgy, illetve akkor karácsony lesz, de aztán közben meg hát ledolgozott, tehát duplán. De emlékeztek 30 éve, te fiatal vagy Balázs, nem ilyen Janival, így kicsit már hajlott hát a görbebottal. Emlékszünk, hogy tényleg az volt 24-én, hogy a szüleink még mentek dolgozni, és hazaértek délután, vagy mit, este 4-kor, 5-kor, és akkor karácsony. Igen. Na ez nekem már nincs meg. Nekem már mindig otthon voltak. De lehet, hogy ledolgozták. Tessék? Igen, lehet, hogy ledolgozták már, hogy akkor már az a rendszer volt. De mi nekem még elmentek dolgozni? Persze. Tényleg? Hát nálunk még volt szombati meló, és mi még jártunk szombaton iskolába. A hihetetlen műveltség, ami Jánosban van, az ennek köszönhető. Jó, de hát az állatoknál nincs vasárnap. Hát igaz, ők esznek akkor hallod, is. Hát menni kell. Akkor fejni kell ott akkor is. Fejni ganyé van, akkor azt is kell. Érted, ki kell talicskázni, ez nem úgy megy át. Érted. Úgyhogy igen, most meló a karácsonyt. Figyeljetek, srácok, engem marhára zavar, ez megmondom őszintén, hogy senki nem fogja megcsinálni ezt a nyomorult karácsony fizzósort, hogyha én nem csinálom meg. Ez most ugye sorosan van. Soros. Kötve, mint a New Yorki tőzsde, úgy. De hogy Feri, hogy kell ezt javítani? Sehogy, ha ott tőzsre megy, akkor sehogy. Hát azért ugye, soros. Most azt tudom csinálni, hogy gyakorlatilag az összeset lecserélem, vagy mit csinálok? Egy föl Soros Györgyöt. Hát az a baj. Megkérdezem tőle. Hát hát tudja a választ. Az a baj, hogy ugye ott kezdődik a sztori, hogy elkezded egyesével kicserélni az izzókat. De egyet kiveszed, teszel egy jót, nem világít vissza, kiveszed a jót, visszateszed, mert akkor az valószínűleg jó. Na most az a baj, hogyha csak egy izzó ment ki, akkor ezzel a módszerrel megtalálod. Igen, de ha? De a kettő, akkor... Akkor? Cuma. Obi-Wan akkor Kenobi. Soha. Akkor soha nem találod meg, célszerű lenne egy újat hozni. Uh-huh. Összedobjuk rá a pénzt, ha gondolod. Hát, és ráadásul ugye nem egyszerű ezeket a Chinese modelleket cserélgetni. Ezt lehet egyáltalán? Szerintem ennek vége vált, hogy egy elszáll, akkor az összes elszáll, nem? Nem, ez a soros kapcsolás. Megszakad a sor. Igen, ha az a soros kapcsolás, hogy egy elszáll, akkor paf. Azt egyes cserével, tehát van egy jó izzód, meg lehet oldani. Az meg lehet. Az a baj, ha kettő szállt el, akkor soha az életben nem találod soha nem találjuk meg. Lehet kapni hozzá ilyen tartalék izzókat, de mondom, én tegnap is, ahogy egy picit beszéltünk erről, egy két mondatot, akkor is mondtam, hogy ugye a régi békebeli csavaros izzókat meg lehetne oldani, ott azért nem probléma. De ez nem békebeli, most ünnepésen bontsd le, aprítsuk fel 10 centis darabokra. Olyan kis szomorkás, itt olyan szépen fel van díszítve, azért... egyébként Klassz FM-es kis díszekkel, amiket árvasugrásban lehet megnyerni, többek ezt, és akkor ott varak rajta ezek az izzók, nem világítosan, szomorkásan áldogálok. De azt sem venném észre, itt holnap ez a fa eltűnne, és így kétlábú bárány fent a kereszten kánkánozna. Tehát ez olyan szinten nem tűnt föl, hogy ez ég vagy nem ég. Hát azért a kánkánozó bárány szerintem eltűnt. Na, azt azért csak megnézni. Azért csak rá kérdeznél, hogy hát ez... Jó, láttam, hogy kint itt a kereszten egy kecske kánkánozott lakcsizmában. Jól láttam? Vagy ez megint egy vízió. Ez egyáltalán nem tűnik fel, hogy itt most ége ez a fa, vagy nem. De nem is soha, nem is olyan érdekel. Holnap úgy is mész vásárolni, piacra, vagy nem tudom, nagy bevásárlóba, ahova akarsz, vegyél egyet, én beszállok. Én beszállok, jó? Csak hogy hétfő reggel már úgy tudjunk kezdeni, hogy figyeljtek, ezt engedd el. Nekem ez hozzátartozik a karácsonyozás, bárhol megyek a városban, én mindig kiszúrom. Mindig kiszúrom, hogyha van ilyen, mit tudom, ilyen fényfüggöny, meg fényzuhatag, meg fény akármi, nem tudom, hogy nevezik ezeket. Tehát határúti bevásárlóközpontnál is, amikor először kirakták, így rácsodálkoztam. De egy ugyanígy, percig majd kiszúrtad, hogy az 5600 izzóból egy nem világít, oda ment is kicserél. Elnézést, nem lehetne ezt itt kicserél, mégis csak karácsony. De hogy most komolyan. Bárhol megyek a városban, én kiszúrom, és jobb hangulatom lesz tőle. Tényleg. Hát cseréld ki, ha ez neked jó, akkor cseréld. Én nem tudom, mit kell rajta cserélni. 24-én én meg ezt dolgozom. Majd te 24-én itt fogsz bent térdelni délelőtt, igen, és cseréled. Csináld, én veled vagyok, támogatlak.
Mennyit adjak? Messziről. Hova menjek? Mit hozzak el? Menni sehova. Szerintem azzal nem vagyunk bejebb, de a pénzügyre majd szükségünk van. Mondjuk szerintem 5000-ből olyat veszel, hogy megőrül mindenki. Zsül vállal 3000-et belőle, mi Balival egyet. Meg egyet. Ma is ott, hogy miért te veszel? Már még, miért te veszel? Miért nem vesznek a többi? Miért kell őt rúgod? De téged zavar. Ez, na, egyébként igen. Tehát egyébként igen, olyan szinte hagyhidegen ez a karácsonyfa, itt kérdés, hogy műfenyő, ronda is, tehát, hogy semmilyen érzelmi kötődés sem nincs ez a fához. Tehát itt szívem szerint belerúgnék. Na, de már. Most így, mert, azért. Figyeljetek, egy szép Klassz FM-es díszekkel feldíszített, égő nélküli műfenyő állít kicsit ervatagon kint. Hát azért ettől most nem olvadok el. Jó, a szép Klassz FM-es díszek. Azok a legjobbak, aztán meg legyen. Lehet nyerni hármas ugrásban. Még azért nem borítottam fel a fát, mert nem akartam, hogy a díszek összetörjenek. Hát ez az ajándék. Animációs. Ennyire érdekel ez a fa. Gyerekfilmekbe, rajzfilmekbe ilyenkor szokott az lenni, hogy akkor elmegy a gonosz gyerek Balázs. Én az vagyok. És akkor így összegyűlnek a játékok, és akkor így megbeszélik, mert hogy beszélhetett így rólad? Hát hogy mondhatta azt, hogy beléd rúgna, ne? Most a fenyőfa megbeszéli az ágaival, hogy hogy mondhatott ilyet ez a szemét, hogy szíve szerint felgyújtana. Pedig felvetik azt, hogy ne folytsuk meg egy pár nap. és aztán ez meg is történik egyébként, igen. Na mindegy, jó. Kaptál a csomagot. Igen? Aha. Na, kitől? A csomagot. Hát azt nem tudjuk, hogy kitől, de neked szól. Nehéz. Bocsuk. Esküszöm, te kíváncsi vagy, mint én. Igen. Én látom, jövök be reggel, és látom, pakol, cipekedik egy lisz, hol viszed azt a dobot? Te kaptad, hozom be, hogy kibontjuk. Mondom. Na, gyerünk, ez az első kari ajándékod. Nem, már kaptunk egy csomót, már csokoládés cégek küldtek, azokat tovább is küldtük a rászoruló gyerekeknek. Nagyon drágák, nagyon köszönjük. De mi is próbálunk egy kicsit segíteni, már nem azzal, amit ők küldenek, igen, hanem azzal is részben. Egyébként igen, most szegények valószínűleg kicsit másnaposak, sok konyakos megy tőle. De igen. Igen, de mondjam ki. Nézzük már meg, mi az hátha. Igen. Bár megmondom őszintén, nem nagyon érdemes karácsonyi ajándékot, mert tegnap este nyilván megint kézi meccset néztét. Na, ha mi a feléje kellett belenézni. Egyelőnél kapcsolódtam bele, gyerekek. Ez az. De csak mondom, hogy 7-est dobtunk. És azzal nem is tudom, hogy egyelő voltál, vagy egy utolsó 7-es dobtunk, mondom, jó, van 26-25, vagy 24-25, mondom, jó, ez megvan. Köszi. Ez megvan. Aha, köszi. Elkezdem nézni, erre Gonzanatú, Irinátú, nem tudom ki, egyenlít, mondom, jó, még mindig nincs baj. De erre dobnak még egyet, ki? És ekkor nézek rá az órára, tudod, nekem az van, hogy nekem egy zoom bent van, és nem látom se a logókat, se az időt, se az állást. Csak egy picit láttam, kikövetkeztettem, hogy mennyi. Nekem be van zoomolva egyet a tévém, mert hogy jobban szereti a Viki, nem tudom. És nem látom a logót, meg nem láttam igazán. Mondja a Gundi, hogy egál. És akkor dobtuk el. Mondja, jó, erre dobnak még egy hetes, és én nem tudtam, hogy mennyi az idő, és erre valaki időt kért, azt láttam, aztán talán a spanyol, és lefújták, és vége volt. Aha. Most mondták, hogy kikaptunk. Mondom, köszönjük. Jó, köszönjük van. Szépen. Hozzátenni, az direkt egész meccsből egy rohadt képet nem láttam, az utolsó 3 percet. Mikor az izgi volt. Direkt. Igen, az utolsó direkt. 3 percben veszítettük el. Köszönjük szépen. De én ezt mondtam nektek is, amit értek el. Néztél. Egy nagyon szoros meccs volt egyébként. Csak az a baj, hogy hát egy nüansznyi dolog döntött, a nüansznyi dolog az volt, hogy te belenéztél. Igen, köszönjük szépen neked. Mindenki nevében, aki szereti a női kézilabdát. Én úgy nézek mindig kiszartát, hogy kapcsolgatok. Most este van egy kis időm. És akkor oda lyukadok ki. De biztos van másik csatornát. Hát nem lehet, hogy abban a gyönyörű persze, házban ez az egy csatorna nézzél van. Nézzél golfot, ott tök mindegy, hogy kiveszi. Na, itt kaptál. Na, jó, ezt nem mi van benne? Pelus. Babaruhák. Aha, de hát nem, ez jó rám is. Egyébként igen, bárki küldte, mindjárt elolvasom, nagyon szépen köszönöm. De nagyon köszönöm. Cukin néz ki. Babaruhák. Egyébként használt is valaki kimosta. Dehogy is. Névre hímzett. Tényleg? Figyelj, névre hímzett legalább. Hát vannak benne tollal beleírva dolgok. Ja. De be van fóliázva, mint amikor a tisztítóból elhozod. Aranyosak. Nagyon drága, bár mindjárt elolvasom, hogy kiküldte, nagyon szépen köszönöm. A babaruhák. Nagyon kell az. Már készülhet lélekben is. Kicsit itt tedd fel ezt a rugdalózót így a válladra? Így. Úgy? Balázs, ha tényleg nincsen, akkor ne csodálkozz, hogy ennyire a gyerek. De aranyos, miért 20 grammal született? Jaj, de kis tűnvét. Fölraktam a rugdalozót a vállam. Büfici. Jó. Bukiza. Szóval, hogy ez ilyen zsákrugdalózó, igen. Gyerekek, köszönöm szépen annak, aki küldte. Még nem láttam, hogy kiküldtem, a címkét nem tudtam elolvasni, mert már Jani annyira kíváncsi volt, hogy már Ben megvárta, hogy belekukkolt. Meg össze is téptett bontás közben. De mindjárt megnézzük, és köszönjük szépen. Nagyon. Így vagy egyet kérsz?
kész belőle egyet, Jani? Egy sípkát vihet. A sípka az jól jön nekem. Vigyél egy sípkát nyugodtan. Mikor a legközelebb kézilabda, gyerekek? Mondjátok, mi is aznap nem kapcsolgatom a tévét, és kivel játszunk. Szerintem hagyd ki az egész elvét. Én nem nézem, én nem szeretem a kézilabdát, csak oda kapcsolok, vesztünk, ezt én tudom. Mikor játszunk, mondjátok meg is kivel. Csináljuk azt, hogyha mondjuk a meccsek szempontja, mondjuk olyan csapat játszik, aki nekünk nagyon-nagyon a komoly ellenfelünk, és esetleg bekavarhat a magyar válogatott, na azt nézd. Figyelj, az elmúlt 3 évben én bármit láttam, az utolsó 3 percben kikaptunk. Tehát, hogy nem láttam olyan csapatot, aki nem tudott bekavarni a magyar válogatottnak. Hát ha a közvetlen ellenfeleinknél is működik ez a dolog. Hogy akkor pontot vehetsz el valakitől. Ja, hogy akkor azt nézzem. Igen. Uh-huh. Tehát mit tudom én, hogy legközelebb, amikor a spanyolok játszanak, akkor mondani, hogy hajrá spanyolok, és már bukják. És abban a pillanatban vége. Jó, figyeljetek, ha megmondjátok, mikor van, akkor aznap megígérem, hogy nem kapcsolom be a tévét, csak sorozatot nézek, és figyeljetek meg, hogy nyerni fog a magyar válogatott. A sportnevében, köszönjük. Szombaton játszunk. Van valami koncertjegyet? Ákos koncertre megyek. Úgyse fogsz elmenni, ahogy ismerlek. Elvileg megyünk. Hát tudod, nálunk ez elég sűrű változik, percről percre változik. Elvileg Ákos koncertre megyek. Jó, akkor menjél Ákos koncertre, se előtte, se utána eszedbe ne jusson a női kép. Na, azt nézzétek meg, statisztikailag 3 meccset játszottunk, abból 2-t láttam, kikaptunk. Holnap nem nézem, nézzétek meg, hogy mi lesz. Figyeljétek meg, hogy nyerni fogunk. Tehát ez valami Balázs átok a kézilabdára. De holnap nem kapcsolom be, egyáltalán. Sem is nézem. Jó, és hétfőn megbeszéljük, hogy mi volt. Nagyon jó. Tovább juthatunk még, vagy van esélyünk? Fel, ezek hát most az volt a tét, hogy ugye csoport elsőként jussunk tovább. Az durva. És akkor nincs macera, ezt most köszönjük, hogy így el... De még tovább juthatunk csoport másodikként, és az is jó. Persze. Olyan vagy, mint az újszülött a kézilabdában. Tehát bármit kérdezek, annak oka van, mert semmit nem tudok, gyerekek. Na! Viszont megírták, hallgatok, egy lapos elemmel, köszi Bélus, egy lapos elemmel állítólag ki tudom választani a rossz égőt. Hát, hogyha... Ha összeér. Ott a meg tetején. Ha annyia, ugyanannyia voltja. Igen? Hát azt mondod? Hát most nem tudjuk, hogy milyen trafó van ennek a végén, hogy hány voltra csökkenti a 220-at. De ez nem csökkent, és semmire szerintem. Ez csak bele van gyúgva, akkor nem akkor 9 voltossa sehova nem mész. Igen? Na jó, Jani, engedd el ezt is. Bélus, ne szórakozz velem, jó? Még egyszer ne írjálj, mert Feri megaláz élőadásban. Nem akartam én megalázni senkit, csak hát tényleg vegyél egy újat. Vegyél egy új izót, beszállok. Esküszöm, beszállunk, a Balázs is beszél, én is beszélek, csak engedjük el ezt. Én nem szállok be. Én nem költök értelmet, de semmit nem adok. Ennek a koszlott, poros műfenyő, én 300 forintot nem költök el. Dehogy nem, ne butáskodj. Annyi mindenre adok, de én butaságokra nem, hogy itt egy hónap vagy. Két hét van, megint valaki kihúzza a takarítót, bedugja, a zárlatos lesz. Dehogy, hülyeségekre nem adok. Hogy valahol fel van díszítve egy kis pici kis karácsonyfa szívet balpítvarában neked, és hidd el. Te vagy a Grinch, aki tönkretette a karácsonyt. Gyerekek, én voltam tegnap az András úton, és én ámuldozva láttam, hogy milyen gyönyörű. Nem láttam még egyébként, nem voltunk a városban, voltunk ezen a esti piacon, ott a Király utcában. Nagyon jó hangulatuk is. Jó hangulatuk is. Hely, Deák tér, óriás kerék, András, az egész nagyon szép. De a paritját vitted kilövöldözni az Andrási úton a díszkivilágítást. már három sor nem ég. Nem, tényleg gyönyörű. De erre a kis nyami műfenyőre, hogy én erre nem költök ki. De hétfőre szép lenne. Persze, hát csináljátok. Jó, akkor én kifizetem a felét. Jó. Jó? Minek a lapos elemnek? Köszönöm a lapos elemnek. Vegyél egy új ízókészletet, könyörögve kérlek. Kicsit megbántad, már behozod ezt a témát, mert már az a 2005-ben vagy, akárhogy fejszámolsz. Hát már hátrálnál ki belőle, érzem. Mégsem annyira fontos ez a fa. Az egészet csak vedd meg. Lepörgetted hirtelen ezt a 2500 forintot, és rájött, hogy a francba miért. Tegnap a magyar spanyolról is buktam, és még ez is. Miért kellett bemondanom? Gyerekek, én ezért tiszta lappal játszom, egy rohadt forintot nem adok bele ebbe az égőbe. Hétfőn hozzá számlát kifizetem. Jó, de akkor el kell takarni a szemedet, amikor jössz be, te nem láthatod azt a csodát. De egyébként higgyétek, egy hétfőn sem venném észre, hogy te igaz. Kárkánozó kecskét. Ilyen stúdió szoba, a szoba bejárataig alszom, tehát igazából nem is nagyon veszem észre, hogy mi történik itt kint. Jól van, hogy állunk játékkal, gyerekek? Megnyertük. 3-1-re, gyönyörűen. Ugye a múlt hét, vagy a jövő hét lesz majd a vízválasztó, mert akkor van, aki a hetet viszi, az az Isten király császár. Az univerzum királya, azt bedobtuk. Az. Kemény. Az univerzum császára, igen. Bizony, hogy még Pataki Attila haverja is megsüvegelnek majd. Ha hogy hordanak süveget, nem tudom, majd megkérdezik. Igen. Láttad az Instagramra feltett képet? Ó, csodálatos. Nézzétek meg az Instagramunkat, a Morning Show Instagram oldalát. Egyrészt már 17,2K-n vagyunk. Másrészt pedig, hát fönn van most egy olyan fotó Pataki Attiláról is.
A kölyköd voltam felirattal, igen. Voltam feliratú. Képről beszélünk, hogy hát az kell neki hagyni. Igen. Érdemes a Class FM Morning Show, egy alternatív Instagram oldal, ahol nem a műsorvezetőkről van szó, és nem, hanem teljesen beteg dolgok kerülnek föl az Instagramon, kisebb céltalanul és értelmetlenül, de a dolog egyébként jó, és már 18 ezer embert szórakoztatunk az Instagramon, ami egyébként magyar viszonylag egészen jó szám, mert hogy sokan facebookoznak, meg twittereznek, de az Instagramot azért így ebben a formában kevesebben használják. Hát a minőségi tartalom ugye vonzza. Ennyi embert vonzza, ez azt a 17 ezer. Nagyon. Komoly minőségi tartalom van, igen, a Class FM Morning Show Instagramon, de keresetek ránk, és akkor meglátjátok, hogy milyen képek vannak fönt. Na, Ákos elmondja nekünk a legfrissebb híreket, pontosan fél hét van, mi pedig jövünk a hét utolsó játékával a hírek után. Ez itt a Morning Show a Class FM-en. A Class FM-en. 10 perc múlva pontosan 7 óra, jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk a hét utolsó munkanapján, legalábbis nekünk, nem akarjuk azokat hergelni, akik esetleg nehogy Isten dolgoznak holnap, de szolidaritunk és velük vagyunk, nekünk az utolsó. Úgyhogy mi holnap nem vagyunk, Garami van, vagy Kriszta, nem tudom, hétvégi menetrenddel megyünk. Na, a hetet már megnyertük, és már mi ugye kicsit rápihenünk a jövő hétre, mert hogy ugye az univerzum királyáért megy majd a harc a jövő héten. Aki megnyeri azt az egy hetet, az megnyert az egész évet, vagyis az eddig összes megnyert hetünket feltettük a jövő hétre. Uh-huh. Ami óriási lehetőség, ami hallgatóink. Az összes bajnoki övünk a tét. Így van. Holnap jövő héten felteszünk mindent. Ki tudunk ebből jönni azért, ha mégis veszem? Nem. Ebből már csúnya dolog kijönni. De mi lehetünk a vitathatatlan bajnok. Az igaz, ha viszont megnyerjük, az viszont nagyon, nagyon szép lesz. Úgyhogy tessék jövő hétre gyúrni, jó? És csak olyanok játszanak, akik tényleg jók. De most még van egy játékosunk, méghozzá a hét utolsó játékosa. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Szervusztok, fiúk, jó reggelt! Szia! Hány ilyet hallottunk? Sok-sok nevetést hallottunk. Már jó reggelt, ki vagy? Szia! Szervusz, Imi vagyok. Imi, hello Imi, jó reggelt! Honnan hívtál minket, Imi? Szervusz, Jászfényről hívtalak benneteket, csak éppen félreálltam, mert a gödöri domok megyek fölfelé, és ott nem lesz érezem is. Az jó. Szeretném megnyerni ezt a játékot a kislányomnak. Ó, a kislányodnak, de helyes. Ott van, ő is hallgatja? Nem, én már úton vagyok. Otthon hallgat benneteket, vagy bennünket, jobban mondva. Jaj, de aranyos. Mi a kereszt neve? Lili. Szia Lili! Szia Lili! Ruszi! Sziasztok! Hallottad? Visszaköszönöm. Hogy csináltad? Üzent. De köszönj neki még egyszer. Rajongója a Balázsnak. Köszönj neki még egyszer. Szia Lili! Szia! Jaj, Lili, szereted apát? Kap be, Feri! Na de Lili, ilyet mondani, hát hajj, de csúnyát azért. Neked az apukát. Hány éves a gyermek? 8 lesz a lábor. 8, hát akkor ezt még meg sem hallotta. Jól van, oké, figyelj, Imre, kivel szeretné játszani így a héten utoljára? Veled, Balázs. Aj, de gyönyörű válasz. Szeretném, hogyha az ünnepeket az istalóba töltenéd, puttolnád a lovakat. Hát, ha már bárcsak a lovat pucám, hol vagyok? Most a szamáron ülök. Fordítva. Ne aggódj, Balázs, Jézus is a szamáron ment. Ez is igaz egyébként. Igen. Ez is igaz, igen. Jól van. Na, hát akkor nézzük meg, hogy mire megyünk egymással, jó? Mehetünk? Jó, rendben van. Mehetünk. Jani? 3-2-1. Fire. Szervusz, Balázs, szeretnél kérdezni? Kérdezzél te, felkészültem én mindenre. Itt vagyok, figyelek. Jó, azt szeretném kérdezni, hogy az ünnepeket merre felé fogjátok tölteni? Az ünnepeket leginkább otthon. Kevésbé vagyunk vándorlósak, keveset jövünk, megyünk, otthon vagyunk, aztán aki akar, az eljön hozzánk. Ti mit csináltok? Értem. Hát mi rokon látogatásra fogunk menni. Sok helyre kell ilyenkor menni? Hát, szó. Két rokonsággal tartjuk Isten igazából a kapcsolatot. Uh-huh. Kiket látogattok meg ilyenkor? Hát a keresztülőket, a gyerekek keresztüleit, nagybácsikat, nagynéniket. De azért ez elég soknak tűnik. Hát... Van, akit utálsz ezek közül? Ne. Csak azt mondtam, hogy ne. Ja, mondtad, hogy ne, ó, te, aha. Ne. Ja, lóval vagy. Ne gondold, hogy valakit utálok. Na, megállítottuk. Na most akkor ilyenkor mi legyen? Kikérjük a zsűri véleményét. Ez most mi volt? Ne, és elharapta. Ne. Ó, gyíj. Ez csak ne volt.
Nem, most tényleg legyél nagyon őszinte. Ha jó. Őszinte leszel, és bevallod, hogy ezért ez egy nem volt, akkor nem kapsz ugyan csomagot, de legalább nem gondoljuk rólad azt, hogy hazudsz. Jó, rendben, állok elébe. Na, figyelj, ha őszinte vagy, és bevallod, kapsz egy csomagot. Ez egy nem volt? Nem volt, nem? Ne volt. Ne volt, ne. Hát akkor játszunk. És hogy folytatódott a mondat? Ne, ó. Jaj, jó, ne, ne. Várjál, mert azt hittem, hogy én kimondtam. Volt a kedvenc karakterem. Ne, menj arra. Ne, gondold, igen, ne gondold, igen. Ne gondold, ne. Figyelj, mi nem vagyunk túl szigorúak, de hát azért ez, igen, szóval. Játszatok újra. Hát szerintem ez egy nem volt. Nekem aszár. Mindegy, nekem már mindegy a győzelem, mert én már ott jöttem. Nem érek már el a kilovaglásig ebben az évben, szerintem. Várjál, mi az egyértelmű? Mit mondtál, Imre? Te vagy? Nem, te vagy hát, ha így gondoljátok, akkor hallgassátok. Figyelj! Én állok elébe, úgyhogy... Még egy játék? Ha kimondtam azt, hogy nem, jó, rendben. Még egy játék. Na. Jó, figyeljetek. Egy fél perc, jó? Jó, rendben. 3, 2, 1, fire. Itt vagy? Itt vagyok, Balázs, itt vagyok. Na, mit akartál mondani, hogy van, aki tudta ezt közülük? A rokorok közül. Szó sincs róla. Szó sincs róla. Mit kapsz ajándékba, tudod, karácsonykor? Sejted? Sejted be? Fogalmam sincs, nagyon titokzatos a feleségem, úgyhogy több embert is bevont ebbe a projektbe. Fogalmam sincs, hogy mire gondolt. És Jézuska már tudja, hogy mit hoz a gyermeknek? Tudja, bizony. Örülni fog? Biztos vagyok benne. Biztos lesz bennem, mert a kívánság listát már megírta, és azok közül Jézuska úgy gondolja, hogy jó Isten volt, és meg fogja neki hozni az ajándékot. Jó, letelt a fél perc? Így van. Jó van, letelt a fél perc. Jó van. Eskivel van dolga. Ennyi, mégiscsak karácsony lesz. Nagyon-nagyon rendesen van. Látod, igen. Egy istáló fiúnak is van szíve. Igen. A lovász fiúnak is van szíve, igen. Jó, de cserébe legalább ne kell visszamenem, hadd maradjak ott, ahol vagyok. Marad ez a díj. Jó, rendben, Balázs. Ő megnyeri, viszont én maradok a Szamárnál. Hadd ne menjek ha már viszont. Nem, akkor elébe megyek is felveszlek. Jó. Jó? Évi, küldjük neked meg leginkább a gyermekednek az ajándékcsomagot, jó? Nagyon-nagyon szépen köszönöm, fiúk, és boldog karácsonyt kívánok nektek. Neked is. Neked is, apu. Szia, Lili. Szia, Lili. Az, boldog az. Szia, Lili. Ciao. Sziasztok, köszi. Hello. Lényének, hogy megváltozott a hangja. Igen. Jó, gyerekek, hát megadtuk, de véleményes volt. Azért ez inkább nem volt, nem? De ez egészen pontosan az így volt. Tiszta karácsonyban belefér. Nézzünk gyorsan egy-két közlekedési hírt. Perbá, Budajenő között baleset van, óvatosan menjen mindenki. 613 küldte nekünk. Óriási többszörös baleset az M7-esen Balaton felé a Váli völgynél. Mindenkit leterelnek. Kápolnás nyéknél lehet visszamenni. Másik oldalon ne bambulászom, mert ott is összemennek. Ezt is SMS-ben kaptuk. Köszönjük. És a Keresztúri úton az Őrsvezértere felé végelláthatatlan sor van. Alig haladni, nem tudni, mi a helyzet. Érdemes kerülni? Köszi, P. Ahogy ezt valaki elküldi nekünk, akkor mondjuk. Jó? Hogy mi a helyzet? Ott 3 perc van pontosan, 7 óra jönnek újra a legfrissebb hírek, mi pedig jövünk a hírek után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébredt. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 7 óra múlt 11 perccel jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Hello Jani, hello Feri, hello. Jó reggelt. Drága hallgatók, itt vagyunk, veletek vagyunk még ebben az egy napban. Itt közben elindult egy effekt. Ebben az egy napban holnapi nem vagyunk, de gondolunk azokra, akik dolgoznak, és kitartás nekik. Mindenféle szemétkedés nélkül mondom, tényleg tudjuk, hogy sokaknak holnap munkanap. Mi holnap nem vagyunk itt sokan. Kérdeztétek, hogy holnap is lesz a Morning Show, nem. Szombat-vasárnap mi az esetek nagy többségben nem vagyunk. Ami kell, ott vagyunk a gáton, a barikádon állunk. Tartjuk a frontot még 23-án is. Egyébként a retro napon, hoppá, a retro napon. Bizonyám. Hogy várom. Sose volt még ilyen szép karácsony, mint a gyerekek. What is love? Ó, olyan szenek lesznek, hogy megőrültök. Hmm. Úgyhogy kedden retro nap, kedhez egy hétre. Talking jó? Lesz. Tessék? Modern talking. Lehet az talking. Is. Lesz egy-két igényesebb is, nem csak a dzsunga retro lesz, tehát nem csak a hedő, és sőt, most elmegyek egy kicsit más vonalra, úgy gondoltam, átnéztem az elmúlt két év tracklistáját, amit a retro napon adtunk, és most egy picit más lesz, jó? Csak lesz egy-két szemét, de... Jön Tamás Magyarországra. Tamás András. A közeljövőben. Igen. Bizonyám. De hozza a barátját is. Igen. Annyira kibékültek, hogy a koncert erejéig, amíg a számlát alá írják, addig jóban vannak. Ja, Modern Talkingos Tamás? Gyerekek, évente ide járt. Tamás András öcsi.
Azért is mondom így már, mert hogy egyébként ilyen viszonyban vagyok, annyit jár hozzá. Akkor érdemes ezt átbeszélni. M7-es Balaton felé le van zárva, Martonvásárnál leterelik a forgalmat, Norbi küldte nekünk, és az M3-as 142-es kilométerénél a Gelei pihenőnél rendőrautóból szemből drága fotók készülnek, mínusz 3 fok, 24 órás futár Pisti. És még nem az utolsó van, M3-as bevezetőjén sikerült két autósnak közelebbi kapcsolatot létesíteni, készül a betétlap és a dugó, rövid pénteket mindenkinek üzente Miki, valamint az M5-ösön óriási baleset van, teljes pályazár, Szeged felé Kecskemét után, a 101-es kilométernél hatalmas dugó, autóbusz, kamion állítólag elég komoly. Hm. Elég komoly baleset. Na most megint csúszik, esett valami. Igen, ott valami esett. Esett bizony, hogy rohagyom. Na de! Még mielőtt valamilyen húsba vágó és vagy izgalmas témával mennénk tovább. Nem volt valami ma reggel? Elmondanánk, hogy van egy ilyen fotópályázatunk jelenleg a morningshow.hu-n. Így készültök ki ti címmel, ide lehet feltölteni mindenféle képeket. Vannak szórakoztató képek. Van egy-két kemény, amit én nem is értek, hogy az valaki hogy merte feltölteni. Érdekes képek vannak. 50-kel sér viccelsz? Hát bármi. Tulajdonképpen bármit. Úgyhogy jó képek vannak a morningshow.hu-n. Ha pedig valaki szeretné feltölteni, a főoldalon fotófeltöltés alatt megtaláljátok, jó? Szeressétek, nézzétek. Na, ha már az Erik az előbb megírta nekünk ezt a szeretetet meg a karácsonyt, két hírem is van karácsonyjal kapcsolatosan, van cuki, meg van a kicsit ciki. Melyiket akarjátok? Aha. Csak az ami bravótorova, cuki és ciki. Igen, cuki és ciki. Szexszerelem gyengítség. Jó, gyorsan, a cukit azt elmondom, ha kéritek, ha nem, mert annyira édes dolog történt. Budapesten megbüntettek egy autóst. Nem tudom, hogy láttátok el, nem most már kerítve. Igen, azt nem tudom, melyikről beszélt, nagyon helyes. Elment parkoló cédula nélkül, az úriember vagy a hölgy, nem tudjuk, elment bevásárolni, és amikor visszaért a kocsijához, akkor a következő cetli fogadta. Láttam, hogy épp megbüntettek, vettem neked egy parkolójegyet, ha bemutatod olcsóban, megúszhatod, boldog karácsonyt. Ez egy kézzel írt kis cetli, és mögötte van egy parkolójegy. Szerintem ennél tündéribb dolgot, hogy nyilván ott van a büntetésed a kis piros zacsiban, és be kell fizetni, de hogy ha van jegyed, akkor ugye az a sokkal olcsóbb a történet, és valaki látta a büntetést, vett egy jegyet, szerintem halál aranyos. Ez jó fejség. Szóval ilyen karácsonyi ajándékot is kívánok mindenkinek, nem a piros zacsit. A másik. Veszek neked egy parkolócetlit, ha ilyet kívánsz, szívesen. Ha nem akarsz egy éves autópálya matricát inkább. Na most az időszerű. Időszerű lenne jövőre, igen. Két megszólás között kimegyek és letakarítom a kocsinak a szélvédőjét. Nem kell, van rajta, tudod, ez a két kis egyenes vonal ott a szélvédőnél, az így megy jobbra-balra. Balra-jobbra. Figyelj, minek takarítanál? De minek? Mert nem számít rá. Most le mert akkor nem az várja egész el, kocsán. Látod? Mert nem számít rá, és nem várja el. Ezek a kulcsszavak. Minek most add le az övét, ha ott az enyém is? Tehát nem is érteles, hogy így van, és a tiédet körbe takarítom, ha Feriét csak elő. Ja, értem. Amikor az enyém el véget szél, akkor letakarítod az övét is. Picit azt érzem, hogyha én nem veszek drága karácsonyi ajándékot annak árán, hogy kölcsönt, hitelt nevezzük akár, hogy veszek föl, akkor én egy rohadék vagyok. Uh-huh. Tudod, hogy azt mondják, hogy legyen boldogabb a karácsony, és ez a hívó szó benne, és engem ez egy picit zavar, hogy legyen boldogabb a karácsony, vegyél föl ilyen és olyan személyi kölcsönt, hitelt. Na, ez nagyon jó, mert ezt én nagyon máshogy gondolom. Akár micsoda. Mi a baj? Baj nincs vele, a hasonló témakörről... Vagy mit nem szeretsz, akkor úgy kérdezem, vagy... Hogy ne keverjük már össze a kettőt. Nincs bajom azzal, hogyha valaki megszorul, akkor van hova mennie, és személyi kölcsönt vesz fel. Csak egy picit azt érzem, hogy a karácsony jelszavával, a szeretet jelszavával, és azzal, hogy téged kisebbítenek emberi mi voltodban, hogyha te nem veszel drága karácsonyi ajándékot, azzal próbálnak rávenni arra, hogy vegyél fel ilyen pénzt. Hát ez a reklám nem mondja azt, hogy aki nem vesz kisebb, vagy az ilyen típusú reklámok tévében látsz, hanem azt mondja, hogy vegyél föl hitel. Sugalja egy kicsit. Sugalja. Hogy a tökéletes sugalja, hogy a tökéletes karácsonyt akarsz, akkor ajándékot kell venni, lehetőleg drágát, és ha neked erre nincs pénzed, aha, akkor mi adunk neked erre. De most mi, tehát hol a baj? A reklámmal? Igen, szerintem. A csúnya gonosz reklámok? Nem a csúnya gonosz reklámok, meg még egyszer mondom, jó a pénzügyi szolgáltatás. Szerintem jó a reklám. Kell. De nem jó. Dehogy nem. Balázs, hát nem keverheted össze a kettőt, az, hogy pénz, de ezzel azt mondod... Nem a reklámmal van a baj. De ezzel te azt hivatalosan pecséttel aláírva legalizálod, hogy a karácsony csak akkor szép, ha nagy ajándékot veszel. Dehogy is. De. Ez nem így van. Hát én sem. Hogy? Dehogy is. Hát figyelj, hát ez nem a reklám a
nem a reklám a hibás, ha te valamit fölveszel a hitelt, nem a hülye reklám. Hülye az, aki elhiszi, hogy csak akkor lesz, ha hitelbe veri magát, vagy ne adj Isten, nincs neki, és ezért szegénynek hitelt kell felvenni. Akkor nem hülye. Bár nem hiszem, hogy egyébként nem lehet kis apró ajándékokkal hitel nélkül megoldani egy karácsonyt, de tételezzük fel, hogy van ilyen. De a reklám miért lenne hülye? Hát a reklám kiszolgálja azt az igényt, amire egyébként az emberek igényt tartanak, hogy ők hitelt akarnak felvenni. Azért tudja reklámozni, mert valószínű azzal ő forgalmat generál, vagyis van rá igény, hogy az emberek fel akarnak venni. Nem a reklám a hülye. A reklám kiszolgálja azt, vagy megmutatja azt, hogy van egy ilyen lehetőség. Két különböző dologról beszél. Na én ezért kérdezem, hogy kire mondod, aki felveszi, vagy hogy csúnya gonosz reklámok, mert szerintem nem csúnya gonosz reklám. A hitel intézménye az egy szükséges dolog. Vannak olyan pillanatok, amikor nem tudsz másképp tovább lépni az életben, és ez így van. Nem ez a baj, hanem az, hogy a reklámmal van bajom, hogy ne keverje bele a karácsony. De nincs a reklámmal baj, ez egy szolgáltatás. Miért, ha neked egyébként hétköznap egy hűtőt ad el januárba, vagy októberben egy kocsit, vagy egyébként szeptemberben egy mikrót, az mi a különbség? Nincs különbség. Ez egy szolgáltatás, amit te igénybe vehetsz. Az emberrel van a baj, aki azt gondolja, hogy az én családom nem lesz boldog, csak ha 200 ezerért megveszem azt a tévét hitelből. De erre ne erősíts rá. Tehát de ezt te nem tolhatod, mint hiteladó intézmény. De ő elad valamit, hogy ne élhetne azzal a lehetősége, hogy karácsony van. Nem azzal van a baj, aki tolja. Tehát hányféle termék van? Ebből van, ami jó, van, ami rossz. Te megveszel, te eldöntöd, hogy te élsz-e azzal. Nem a reklám a hibás, hogy megveszek valamit, akkor én vagyok a hibás, vagy kihasználom, vagy elhiszem, vagy bedőlök egy terméknek. Hát annak utána kell járni, nem a reklám de a hibás. Azt ha csak reklám... nem valami valótlan dolgot, hamis gyógyszer, mit a bármit árul. Hát miért mondaná reklám? Mert azt mondja, hogy ha fölveszed a pénzt, és veszel nagy ajándékot, csodás karácsonyod lesz, ha állítasz egy ilyet, annak van egy ellenkezője, amit bár ez a reklám nem mond ki, de nem titokban, az agyadban benne van, hogy ha nem veszem föl ezt a pénzt, és nem veszek nagy ajándékot, akkor én szerintem nem vagyok. Szerintem egy csomóan nem tehetik meg, hogy nagy ajándékot vegyenek, de mégsem érzik azt a reklám hatására, hogy ők ettől kevesebbek lennének. Mert szerintem ez a reklám nem mondja a többi embernek, aki nem vesz föl hitelt, hogy ha te nem veszel föl, kevesebb vagy. Sugalmazza. Ez a reklám azt a célközönséget szólítja meg, vagy az ilyen típusú reklámok, akik egyébként vagy rászorulnak, de most nézzük azt, aki mondjuk nem szorul rá, mert ez egy egyértelmű dolog. Az egy tiszta helyzet, hogy föl kell venni, tehát nem tudod, miből megoldani. Nézzük azt, akik mondjuk megtudnák, de bedőlnek ennek a reklámnak. Ott valójában a reklám a hibás, vagy valójában az ember a hibás. Aki azt mondja, hogy basszus, tényleg el kell hinnem, hogy meg kell fölvennem hitelre, és meg kell vennem a második tévét hitelre, vagy a nagyobb hűtőt, mert boldogtalan lesz az a gyerek, vagy az az anyuka nem, a falat. Az de hogy lesz boldogtalan? Akkor nem a reklám a hibás, hanem az emberi hülyesség. Leszámítva azokat, akikről most mondjuk nem beszélünk, és szegényeknek mondjuk tényleg nem tudják más hogy megoldani, hangsúlyozom. Nem hibáztathatod a reklámot. Tehát ha neked eladnak egy egyiptomi utat 1 millióért, és te azt kifizeted, és egyébként ugyanaz az út van interneten való 100 000-ért, és te elhitted a reklámnak, és nem jártál, nem a reklám a hibás. De én nem hibáztatom a reklámot. De azt onnan indultunk, hogy már a negyedik ilyen reklámot látod, és a csúnya gonosz reklám. Nem azt mondtam, hogy de azt mondtam. Akkor, igen. Jó, akkor ezt mondom, hogy csúnya gonosz reklám, mert nem a pénz. Tehát nem a hitellel van bajom, nem a lehetőséggel van bajom. Azzal van bajom, hogy egy picit még annak is rosszabb lesz a saját megítélése, aki nem fogja fölvenni a hitelt. De miért lenne már rosszabb? Mert azt mondod, hogy azon múlik, hogy mekkora a jár. Én szerintem ez az embernek a hitrendszerén múlik, a szívén, a lehetőségein, a meggyőződésein. Szerintem ez nem azon múlik, hogy most hogy attól te lehetsz szomorú, hogy te valamit nem tudsz megvenni a gyerekednek, vagy a családodnak, de nem leszel szomorúbb, hogy látsz egy reklámot, ami azt mondja, hogy vegyél föl hitelt, miközben te úgy döntesz, hogy te mondjuk nem veszel föl hitelt. Nem a reklám hatására leszél szerintem te szomorú. De azt mondja, hanem azért, mert tökéletes karácsonyod lesz. Aha. Csodálatos karácsony. Egy terméket adnak el ezzel. Nekem ezzel nincs igazából bajom. A reklám üzenetével egyébként lehet vitatkozni, meg lehet vele nem egyetérteni, mert ha gyakorlatilag megnézed, ugye ez nem csak karácsonyra vonatkozik, hanem egészében vannak ugyanilyen jellegű reklámok, amik azt sugalják, hogy bizony, te nem tartozol bizonyos minőséghez, nem tartozol bizonyos társadalmi rétekhez, nem képvisel semmiféle nívót, ha nem veszed meg azt a bizonyos terméket, ha nem vásárolsz meg egy ilyen autót, igen, nem vásárolsz meg egy ilyen televíziót. Igen, de ugyanakkor meg a személyes felelősséget nem lehet tényleg besöpörni a szőnyeg alá, mert az mégiscsak rajtad múlik, hogy most felveszed ezt a hitelt, megveszed azt az autót, megveszed azt a tévét, úgyhogy nem kell letenned semmit, és majd ráérsz fizetni majd 3. Ez a te döntésed. Okay. Ez az emberek sokszor egyébként pont azért panaszkodnak,
hogy nem kapnak lehetőséget arra az életükben, a saját életükben, hogy a saját életükről döntsenek. Nagyon sokszor van ez. Itt most sokszor van ez mindenféle területén az életnek. Így dönthetsz, rajtad áll vagy bukik, hogy felvállod, nem vállalod, tudod fizetni, nem tudod fizetni. Ez a te döntésed. Csak más az üzenet, hogyha azt mondod, hogy váltsa valóra élete legnagyobb nyaralását, és ehhez vegyen föl, tüptörűbb akármit, pénzügyi segítséget, más az üzenete, mert azt mondod, hogy basszus, tényleg, menjünk már nyaralni, nem voltunk 10 éve, majd valahogy kifizetjük. De ugyanúgy bevágnak, ugyanúgy az érzelmeidre appellel, ugyanúgy a nagy nyaralásra, az életed nyaralásra, ugyanúgy az emocionális részedet érinti, meg karácsonykor is. Igen, de nem a pénzfölvételről van szó magáról, értem, hanem arról van szó, hogyha te úgy döntesz, hogy én ezt nem tudom vállalni, ezt a hitelkeretet, és nem fogom fölvenni a hitelt, tehát ha még okos döntést hozol a saját dolgodban, mert pénzügyileg nem teheted meg azt, hogy majd havi 20 ezer forintot fizetsz egy éven, 10 éven keresztül, nem tudom meddig, még akkor is benned lehet az, hogy hát igen, nem lesz olyan szép a karácsony, hogy nincs nagy ajándék. De mondjuk te nem tudsz valamit megvenni. Akkor neked rosszabb lesz a karácsony, ha látsz egy ilyen reklámot? Nekem nem lesz rosszabb, de lehet, hogy embereknek, aki, ha mindenki ezt súlykolja, hogy csak a nagy fa, csak a nagy ajándék, csak a nagy izé, akkor lehet, hogy nem, egy kicsit így megszontyolodsz rajta. Vagy aki már jut odáig, hogy csak ezért nem veszek fel egy pénzügyi szolgáltatást, egy hitelt. Szerintem az ilyen típusú reklámokkal nekem se az ég egyet a világon semmi bajom nincs. Hát ez tényleg egy szolgáltatás. Az, hogy ők egy feltételrendszerhez kötik, és azt üzenik, hogy boldogabb karácsony, az már a te hitrendszered, hogy elhiszed-e, hogy valójában tényleg attól boldogabb a karácsony. Tehát ha neked el akarnak adni valamit, egy kamu evő eszközkészletet, vagy elmész egy ilyen, mikre járnak az idősek, és ott mindenféle... Rohadt nagy szemétség, de kell hozzá az alany is, tehát kell az ember is hozzá, hogy elhiggye, hogy tényleg csak akkor lesz boldogabb a karácsonyom. Tehát mit csinál? Benyalja ezt a reklámot, és elindul a bankba, és felveszi a hitelt, hogy boldogabb legyen a karácsonyom. Nem lesz boldogabb. Tehát, hogy ettől nem lesz boldogabb, de ettől nem feltétlenül az a hibás, aki ezt üzeni neked, hogy neked boldog. Ő 101. részt akarja megtálni a piacon, és eljutatni hozzád az üzenetedet. Fogd föl, felnőtt ember vagy, döntsd el, hogy te mit szeretnél, és neked valójában mitől lesz boldog a karácsony. Húzható a szent ünnep. Érted? Gyerekek, behúzható? A karácsony egy biznisz, hát ne legyünk már naivak. Évente elkölt az emberek, nagy rész elkölt 80-100 milliárd forintot karácsonykor. Miért? Aki nem hitelt ad, hanem leértékelt valamit, aki kettőt az egyhez, aki akciót csinál, aki a századik ugyanolyan dolgot, az nem keresni akar a karácsonyon? Dehogy nem. A bankok nem keresni akarnak? Dehogy nem. Van a fogyasztó, aki eldönti. Kell az a nagyobb autó, mert most 20%-kal olcsóbb karácsonykor? Nem kell, de vegyük meg, mert azt gondoljuk, boldogabbak leszünk. Dehogy leszünk, 3 hónap múlva az se lesz jó, még nagyobb kell majd. A karácsony biznisz, bank biznisz csinálnak belőle a bankok, az autógyárak, a kávégyárak, a csokoládégyárak, mindenhol biznisz van. Mitől szemetebb egy bank ebben az esetben, és mitől szemetebb az a szaloncukorgyártó, aki azt mondja, hogy vedd meg az enyémet 400 forintért, mert egyébként 600, de ha ezt megveszed, igazán finom, nagyon csokoládé, és boldog lesz a gyerek, mosolyogni fog, ez csak kilója 400 forint. Ugyanúgy arra appellál. Az egy ajánlattétel. Hát de miért a bank is neked egy ajánlatot tesz ebben a formában? De az egy 400 meg egy 600 forintos csokoládé. Én az érzelmi töltetét kifogásolom ennek a dolognak. Én nem ezeket a reklámokat hibáztatnám. Az emberek gondolkodása a hibás. Az a hibás, aki azon pánikol, hogy úristen, milyen nagy dolgot tegyek a falá, és mitől lesz még nagyobb, és mitől vegyünk még meg a 6. tévét, meg a 8. hűtőszekrét. És én az egésztől egyébként ezért vagyok rosszul, mert nem szól másról a dolog. Tényleg évek óta, tegnap ben voltam a belvárosban, és egy óra után kijöttünk, mert egymást ölő, anyázó biciklisek, autósok, tehát konkrétan véletlen lementem jobb oldalra egy pillanatra a bringasába, mert néztem egy parkolóhelyet. És egy nő elkezdte verni a kocsim a oldalát hátul. Mert nem férte, de én nem vettem észre, csak pillanatra elnézte. És elkezdett olyan minősítetetlen hangnemben stílusban beszélni, miközben a gyerek ott ült a hátsó ülésen, hogy majdnem kiszálltam és megrángattam, pedig nem csinálok ilyet. Hogy a te anyádat, hogy mit kézelsz, hogy menne neked ilyen autón, takarodjál. Figyelj ide, véletlen egy másodpercet töltöttem el, az lehúzottam, egyébként kimentem volna, láttam, hogy ezt elkezdte ököllel ütni. Na, ez azért ököllel. Van, mert súlykolják neki, és hogy akkor most, érted? Érted, hogy bemész, és egy óra után ki akarsz jönni a városba, nem azt látod, hogy karácsony van, azt látod, hogy az emberek meggyilkolják egy parkolóhelyért egymást, az egész rosszul vagy hány ingered van, plázába taposod a másikat, hogy oda tudjál érni valamit, na, az egész erről szól. Van, hát egyről beszél, a fejekben kéne rendet tenni, és azt mondja, hogy figyeljetek, gyerekek, nem lesz nagy karácsony. Csinálok egy dolgot kézzel, csinálok egy apróságot, összeülünk, együtt vagyunk, azokra gondolunk, akik már nincsenek,
tök jó lesz, eszünk valamit, és boldog lesz a karácsony. Na. Nem attól lesz boldogabb, hogy én fölveszem a hitellel a nagyobb tévét. Vagyis mi van, akkor az ember a hülye, aki föl az akarja venni. Hülye, de ha mindenhonnan tehát, ezt sugározzák rád. De te felnőtt hogy... emberként, önálló individuumként el kell tudnod dönteni, hogy mit engedsz be ebből az életedbe. Hagyod, hogy a reklámok megnyomorítsanak, és boldogtalanabb leszel, mert azt súlykolják, hogy csak akkor vagy boldog, vagy azt mondod a reklámoknak, kapjátok be, nem leszek boldogtalan, mert nincs nagyobb tévé, ugyanolyan boldog leszek, mert ott van a családom, meg ott van az anyám, meg ott van a gyerekem. Ez a különbség. Igen, érted? És közben mész, azt ott van az óriás plakát, hogy a igazán a naív bedől. Sajnálom, a naív, aki naív, az bedől. És nem arról beszélek, aki nem tudja, hogy megoldani. Mondom, a naív az bedől. Azokat viszont nem tudom sajnálni. Mi elhitt egy álmot, elhitt egy mesét, akkor most ki a hülye? Aki adta a mesét, vagy aki elhitte, benyalta és fölvett hitelt? Mindannyian egy mesét de árulunk. Mindenki a kereskedelemben egy mesét árul. Jó. A saját üzenete, biznisze az egy mese, amit el akarsz adni. Ugyanezt csinálják a bankok is. Oké, csak az emberekre nem tud rábízni ezt a felelősséget. Ki dönts el, ha nem az ember? Hát hogy boldogabb leszel egy nagyobb, ember. Nagyobb hűtőszekrényen. Ne húzd már föl, hát alkalmatlan rá az ember. Akkor ha a bankok mondják azt, hogy ne adjuk el a hitelt, hiszen megölöm. Az emberek alkalmatlanak rá. Akkor ne adjuk el a hitelt. Ne, érted? Nem, akkor mit mondjon a bank? A bank adjon korrekt hitelt, írja ki, hogy ennyibe kerül mennyibe, vedd föl, ha akarod. Csak pont a lélek nyomasztását mondom a reklámnak, hogy mondjuk azért vagyok beszélni, Feri, azért ez is egy picit naív hozzáállás, hát te is nagyon jól tudod, hogy akkor a reklámnak az üzenete nem az lenne, ami most a nagybetűs, hanem az, ami most kisbetűs. Tehát, hogy ebben a dolognak helyet kellene cserélni ahhoz, hogy ők az igazságot soha nem fogják az embereknek az arcába tolni, hogy de ha feltetszik venni ezt a hitelt, akkor az majd ilyen következményekkel fog járni. Nem. Hát már eleve ugye egy reklámnak már maga a képi megvalósítása, az üzenete, a mondani valója, azok a mondatok, amik elhangzanak benne, azok is mind-mind csúsztatását megfigyeled. Egy nagyon szép, boldognak tűnő, egyébként tök jól öltözött, nagyon szépen berendezett családban valaki búslakodik, hogy nem tud venni magának a karakter. Nem tud. Nézd meg a gyógyszerreklámot. Egyébként a lakás úgy néz ki, mint ahogy az emberek 90%-án nem ebben az országban. Nézd meg a gyógyszerreklámot, sanyarú sorsú apukát kiküldik, hogy nem tudom, hozza be a kutyának a vizes táját, bejön, megissza, jobban lesz. Álmot árul mindenki, aki a kereskedelemben dolgozik. Te azért nyúlsz oda, mert elhitetik veled azt az álmot, hogy neked megszólal a piros lámpa, és rájössz, hogy ez neked nem kell, vagy nem szólal, mert mégis megveszed, mert benyalod, az a te saját felelősséged. A magyar emberrel mindig az a legnagyobb baj, és a mi gondolkodásunkkal egyébként mindig az a legnagyobb baj, hogy sosem azt mondjuk, hogy mi rontottuk el, hanem azt mondjuk, hogy elrontották ezek, elrontották azok, tehet róla ez, tehet róla az. A magyar ember nem tudja azt kimondani, hogy én ezt most elrontottam. Felelősséget vállalok a saját életemért, nem kellett volna beleugrani, én rontottam el, és most nem csak a bankhitelekről beszélek, mert abban azért nem csak az emberek rontották el, hanem általában, hogy boldogabb vagy a hatos iPhone-tól, hogy boldogabb vagy a nagy autótól, hogy boldogabb vagy a nyaralótól, hogy boldogabb vagy attól, ha szerzel valamit. És amíg nem jössz rá, hogy a boldogság az egy szubjektív dolog, és ezt a boldogságérzetet saját magadban kell elkezdeni kialakítani, függetlenül a külső körülményektől, addig a fogyasztói társadalom legjobban fogyasztó prédája leszel. Ha rájössz, hogy nem kötött feltételekhez a saját boldogságodat, hanem kialakítod magadban is egy állandó boldogság szintet élsz, akkor már nem leszel függő a fogyasztástól. Meg a kockázatokról senki nem akar hallani, érted? A kockázatok és mellékhatások tekintetében beszél az orvosoddal vagy gyógyszerészeddel, de a reklám az nem erről szól, hanem arról, hogyha bekapod azt a bogyót, akkor minden frankó lesz. De én tökre értem. Mi a neve a bogyónak? Kék színű, és már próbáltam. És én láttam a fotókat. Hallan, egy hétig nem aludtam. Én csak a kabátomat akasztottam rád, azt is megfogta. Szóval, hát, én tökre értem, hogy mit mondasz, meg értem, hogy min húzod föl magad, egyel tovább gondolva a dolgot, szerintem felnőtt emberként tudni kell felelősséget vállalni a mindenkinek a saját döntéseiért, és nem az a hibás, aki felkínálja, hanem aki hülye módon él vele, mert nem gondolja egyébként, hogy január 5-én viszont elmúlnak az ünnepek. És január 5-én jönni fog, és 0%-ra elviszem. Miről szól ez a nulla kezdő részlet? Arról szól, hogy nem adsz ki pénzt, és azt hiszed, hogy nem jön meg. Az egész egy nagy pszichológiai átverés. Tanulmányozták, kísérletek mutatják, hogy ha 0%-kal, nulla kezdő részlettel viheted el, effektíve nem adsz ki pénzt a kezedből, és azt érzed, hogy csak jönnek a dolgok. Nem törődsz a januárra, aztán ott a január, és jön a három részlet, amit megvettél nulla kezdő részlettel. Érted? Szóval, hogy ne nézzél így rám, nem vettem. Feri, attól, mit nem értek benned, azt, hogy te tényleg nem fogod fel, hogy azok az emberek, akik ezeket a reklámokat készítik, meg azok, akik ezeket a termékeket, meg szolgáltatásokat el akarják jutni, adni neked például, azok ugyanúgy szeretnének karácsonyi ajándékot venni a gyerekeiknek. Az enyém. És hogyha nincsen jutalék, ha nincs bevétel, hogyha nem adták el a terméket vagy a szolgáltatást, akkor nem fognak tudni.
Te képtelen nyomorult! Jaj. Szeretem, hogy ilyen komoly dolgokról is beszélünk. Ez tök jó, máshogy látunk dolgokat, de szerintem ez ettől jó. Örülök, hogy ezeket behozod. Meg sok-sok igazság van, amit mondasz ebben szerintem. 7:30 pontosan 4 perccel jövünk. Mindjárt Óven bácsira, a Berulinre lehet jelentkezni, ha valaki szeretne velünk játszani, mi pedig jövünk a hírek után. Morning Show. Klassz FM-en. 3:48 lesz pontosan 1 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. 8 óra után vendégünk lesz majd itt a stúdióban, érkezik hozzánk Hajdú Steve. Hello, gyerekek. Olyan. Nagyon kedveljük őt, és ő ugye hát szerepel a Játékkészítők című produkcióban. Ő a Gin, és erről mesél majd nekünk. Ez nem akármilyen előadás lesz egyébként, egyszeri alkalom, talán 2 vagy 3-szor lehet látni. A kultúrát szívesen mindig népszerűsítjük, úgyhogy Hajdú Steve mesél majd nekünk egy picit erről az előadásról 8 óra után. Én már hallottam a dalt, van, illetve több dal is van benne, de van egy ilyen nagy közös, és hát gyakorlatilag Magyarország legjobbjai vannak benne, énekesnők és énekesnők, nagyon pazar. Igen. Azt behozhatná. Igen, igen, azt lehet, hogyha behozza, akkor meg is tudjuk mutatni. Na, egy-két közlekedés, M0-ás az M6-os és a Csepeli pihenő között áll az M1-es felé, az okát nem láttam, pakoló küldi nekünk, vagy küldte pontosabban. M0-ás Ér-Szigetszent Miklós között dugó az M7-es felé. Maradt a szövetségi kapitány, nem hívjátok fel, talán már beszélt, dehogy nem, Dárdai Pált kb. 3 hete, 1 hónapja folyamatosan üldözzük, nehezebb vele interjút készíteni, mint tényleg az Amerikai Egyesült Államok elnökével, de kaptunk az MLS-től egy ígéretet, hogy ma van valamilyen sajtótájékoztató, és jövő héten Pali nyilatkozik nekünk, e-maileztünk velük, hosszas levélváltás után vagyunk, úgyhogy igen. Látod, ez is milyen szép. Karira Palit. Érted? Karira Palit. Palit. Dárdait, túrósat, kakaósat. Karira Palit. Érted? Tehát a nem pénzkérdése, hanem hogy itt van velünk ez a nagyszerű ember. Ennyi. Ha? Igen, a héten beszéltünk róla, úgyhogy foglalkozunk mi most a magyar futballal. Abból a szempontból, hogy Palit nagyon kedveljük, nagyon szimpatikus, jó hatása volt a magyar válogatottal, szeretnénk a jövő héten megszólaltatni. Nyilván ez ehhez ő is kell. Na, és itt a hírek előtt beszélgetünk egy érdekes dologról, nagyon sok SMS jött. Érdekes, hogy mennyire megosztó ez a téma, hogy ugye Feri felvetette, hogy van egy-két reklám, ami nem azt mondom, hogy irritálja vagy idegesíti, csak talán nem érzi igazságosnak, vagy mondhatjuk, hogy idegesít a köntöst. A köntöst, a karácsony köntösét magunkra borító reklámot nem érzem. Abban tökéletesen igazad van, például itt egy SMS, Feri, igazad van, Balázs, meg tudnának ütni, de hogy tudnék a másik oldalról is nagyon sokat idézni, például, hogy én részeg vagyok, és azonnal küldjenek haza, nagyon-nagyon aranyosak vagytok, hogy nekem nem a hitelfelvétel, abban neked igazad van, hogy az dönts el az ember, csak magadra borítasz egy, és most képzeld el a gyerekedet, aki ott van, és ír levelet a Jézuskának. Írja a levelet a Jézuskának, hogy nagyon szeretnék magamnak, de 14 éves vagyok, egy új laptopot, mert túl. Te meg ott mert látta és a reklámban. Igen, és nem tudom, igen. Érted? És akkor azt látod, hogy boldog lesz a karácsony, ha ez fő, és megkeseredik a szíved, bemész, azt jó fölveszed. Ez se ilyen könnyű szerintem, vagy ez is bonyolultabb a gyerekben nyilván. Mi, amikor gyerekek voltunk, mindent megkaptunk? Semmit. Semmit. Ugye? Te is elég nagy szegénységben nőttél fel. Mi is nagyon szegények voltunk. Janiék is. Boldog volt a gyerekkorunk? Ennek ellenére egyébként igen. Igen. Szóval, hogy szerintem persze a gyerek miatt nehezebb, ha nem tudod neki megvenni azt, amit szeretne, annál a szülőbbnek nincsen fájóbb, mint amikor a saját gyerekét látja esetleg boldogtalannak. És nyilván ez egy baromi nehéz dolog, de szerintem emiatt sem hibásak a reklámok, hogy a gyerek meglát egy 40 000 forintos macit, és az kell neki. Tehát sajnos a szülő feladata pajsként sokszor a gyerekkel vagy megértetni, vagy lebeszélni, vagy egy kicsit formálni, vagy megmondani neki, hogy ezt most nem, de ennek ellenére azért ne keseredj el, lehetsz te boldog. Ahogy nekünk is elmondták. És hangsúlyozom, szülőként én is tudom, hogy mekkora öröm az, hogy az ember meg tud venni mindent a gyerekének, amit szeretne. Bár nálunk sincs az, hogy a Beni rámutat valamire és megkapja, sőt, de mi sem kaptunk meg mindent. És nem volt boldogtalan gyerekkorunk. Érted, hogy mit mondok? Azon SMS-re válaszol, aki azt mondja, hogy ő a gyerek miatt vesz föl hitelt. Uh-huh. Mert hogy a gyerek miatt kell felvenni. Jó, nyilván azt is lehet kezelni, ezt a részét. Lehet szerintem azt is, nyilván sokkal nehezebb, ha gyerek van. Persze. Akkor most fordítok egyet a dolgon, én vagyok a reklámszakembere ezeknek a cégeknek, hogy mennyivel kedvesebb lenne az a dolog, hogy boldog karácsonyt kíván önnek a zsözsöző pénzügyi szolgáltató. Igen. Mindegy, behelyettesíthető. Ne vegyen fel hitelt, csak januárban. Nem, a döntést ön hozza meg, uh-huh. És ha kell, mi itt vagyunk. Hát ez már kommunikáció kérdése. Hát ez... De nekem pont azzal van bajom, hát ne húzzál most már föl. De tényleg most de az ilyen ember, Feri, az ilyen ember, aki nem tudja eldönteni, hogy felvegyen-e hitelt, vagy ne, az hogy nevel gyereket? Tehát hogy nevelsz te gyereket?
Ha azt nem tudod eldönteni, és na, mondom, nem azokról beszélek, akik mondjuk azért veszik föl, mert tényleg nincs más lehetőség, és nincs kiút, hanem azokról, akiknek kell a nagyobb hűtő, meg a nagyobb tévé, hogy tehát álljon ott minden ember mellett valaki, aki mondja, hogy ne vedd föl, mert ez neked nem jó. Várjuk el ezen bankoktól, hogy járjanak egyébként a családokhoz, és tartsanak felvilágosítást, és mondják el, hogy csak akkor vedd föl, ha egyébként a törlesztő részletbe is belegondoltál, és tudod fizetni. Nem kell. Mit várunk el? Akkor várjuk el az autóreklámokról, hogy legyen ott az autóreklámok végén, hogy csak akkor vedd meg ezt az autót, ha valójában kell a nagyobb autó, és valójában nem boldog csak a leszel. Karácsonyt hagyjuk békén egy kicsit, aha, hogy másképp álljunk hozzá. Nem a hitel, neked is van hitelem, nem a hitellel van bajom. Nézzünk egy-két SMS-t, értem, mit mondasz. Ha nem tartjuk elég felnőttnek, okosnak az embereket, hogy felelősen döntsenek, olyan egyszerű kérdésekben, mint a hitelfelvétel, mit csináljanak, amikor szavazni kell, vagy gyereket vállalni. Laca kérdezi, pont erről beszéltik, igen. Oké, de az embereknek nincs meg a tudásuk a döntéshez, és senki nem védi még őket. És ez itt az átvágás, írja valaki. Egyet érte veled? Igen. Feri, a kereskedelem is egy verseny, úgy, mint a rádióhallgatás. Én döntöm el, hogy mit hallgatok. A Klassz FM is azt mondja, hogy a legjobb, leghallgatottabb rádió, mindenki azt hallgatja, amit szeretne. El kell döntenie a fogyasztónak, hogy mit szeretne. Gazók ültenek. De srácok, tehát, hogy valaki azt írja, ugye most az egy kedves hallgató, hogy nincs meg a tudásuk a döntéshez, de hogy nincs meg. Tehát, hogy tudod, hogy mennyit kell havonta visszafizetni, és tudod, hogy mennyiből élsz egyébként. Oszta szorzal, szorzol, és aztán kijön egy végeredmény, és akkor nem mered, vagy bevállalod, nem? Igen, ezek a reklámok nem a józan gondolkodású embereket célozzák. Ha mindenki így gondolkodna, akkor nem lenne ennyi mindenét elvesztett ember. Én magam is megtettem volna, hogy a lakást, autót, akármit veszek pénz nélkül, de én nem tettem meg, hisz a gyereknek ennie kell. Értem, amit mondasz, Balázs, de láss mögé, nem mindenki gondolja át, vagyis azt gondolja, nem pedig tudja, hogy a következményeket vállalni tudja-e. Kriszti írta nekünk, aki gondolkodik. Odaírta még ezt is. Oké, Balázs, igazad van, én is így gondolom, de szerintem a nagy karácsony nem a mi döntésünk, hanem az számít, hogy a gyerekre hogy hat a reklám. Ő vár a falán nagy dolgot. Sokan ezzel nem tudnak szembeszállni, írja Kiton nekünk ezt az SMS-t, igen. Feri, igazad van, Balázs meg tudnálak ütni. Imádom, Balázs, hogy mindig kimondod a gondolataimat. Mennyire mindenki máshogy látja. Igen. Igen. Ferinek igaza van, és a gyerekekre nem gondol, Bali, de nem akarom magamat ismételni, de hogy nem beszéltünk erről. Hogy azért itt nyilván a szülőnek is nagyon nagy a felelőssége. Persze. Szerintem nem kell a gyerekre fogni, mert a gyerek kerül majd aztán a végül olyan helyzetbe, ami beláthatatlan. Csak azért, mert veszed fel egymás után a hiteleket, elviekben azért, hogy a gyereknek szép karácsonya legyen, srácok. Tehát, hogy figyeljetek, nem tudom, hogy a mi gyerekkorunkban volt-e ennyi reklám, meg voltak-e 40 ezer fontos macik, meg hülyén beszélő, ilyen mesét mondó hülyen lovak, meg ilyen baromságok, de akkor is volt 10 000 forintos BMX, ami nekem egy akkor óriási álom volt. És meg volt, és nem kaptunk semmit. Soha nem kaptam meg, és nyilván okozott az akkor egyfajta csalódást, de ott van a szülő, aki valahogy az ő értékítéletével ezzel megvéd, nem? És hát, ha ott van, igen. Mit mondok, hogy pont azért, mert nem kaptunk meg annak idején semmit, vagy csak nagyon keveset lettünk, talán józanabb gondolkodásmódok ebben a témában. Egyébként igen, sokat számít ez is. Érdekes. Érdekes téma volt ez, jó, hogy felvetetted. Elmondtál mindent? El nem maradt bennem semmi, ami még közlendőre lenne való, talán csak annyi, hogy János, te hol voltál? De tényleg. Tehát a világ egyik a szeretetről, a karácsonyról beszélgetünk, te meg most... Érvek, ellenérvek csatáznak, te meg mi szélvédőt mossol, vagy mit csinálsz? Én felajánlottam, Feri nem élt vele, Laci mondta, hogy az övét mossam le, de neki beint. Az igazi barát. Aztán itt láttam, itt a híd előtt állít egy kis Peugeot, láttam, hogy elől-hátul elég koszosak a szélvédők, meg ugye visszapillant a tükör, egy pici is elég, egy kis örömszerzés. Kiment és letakarítottam neki. Remélem észre is veszi majd. Nem csak belül, azt elmegy. De most mindenki megszállt, ami jó volt, tündér? Vagy most ezt mondta, ez tök jó volt, amit a Feri mondott. Ez olyan jó példa volt reggel. Ez a befizették a parkolási díjat, a kedves ember helyett egy másik, még kedvesebb ember, és akkor így örömet szerzett neki úgy ismeretlenül, hogy a másik ember nem számított rá. Na most szerintem ő sem számított rá, hogy letakarítja majd valaki a szélvédőt. Kiment, azt letakarított. Menjél most be a városba, ma este próbáld ki. Indulok is. Legyél 5-től 7-ig. Gyűlölni fogod az egészet, ami bent van. Játszunk egyet, itt van már a hallgatónk, Óven bácsival és Beru nénivel játszunk már is. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Itt vagyunk, igen. Halló, jó reggelt! Szép reggelt, sziasztok, Dani vagyok. Hello, szia. Dani. Jól mondom, Dani?
Igen, így van. Dani, honnan hívtál minket? Budapestről. Budapestről. Már munkában? Dolgozom, igen. Dolgozom, mit csinálsz? Főzök. Ó, a szakács vagy akkor. Igen, így van. Éles elmére valahogy ezt így... Nagyon jó. A húszárvágásra ezt így rendetetlen főzöl. Akkor biztos szakács vagy. Vagy egy számodra ismeretlen területen kalandozol. Igen, igen. Fincér vagy, csak egy kicsit hátra mentél, igen. Van, aki segít, vagy egyedül vagy? Igen, Dani? Így van. Itt van Andrea, egy kolléganőm. Andrea, ő mit csinál a konyhában? A kolléganőm. Ő pultos. Na figyelj, Dani, mutatjuk, hogy közben mit énekelnek. Figyelj. Ajajajajajaj. Azért ennyire nem nehéz. Na jó, hát azért ennyire nem volt durva. Ne add már. Megpróbálod, Anna, újra? Lehet, hogy egyébként így menekül ki, hogy inkább nem tudja, de már megszakadt, megnézzük, hogy felveszi-e. Én mondjuk meghallgatnám még egyszer. Fogalmam nincs. Ti tudjátok? Nem, hogy? Sajnos. Én ránéztem a monitoromra, és tudom, igen. De egyébként nem tudtam volna. Hát, hogy könnyű. Nem, magyar, nem, be fog ugrani, nem annyira ja, nehéz. Figyelj, csak akarok valamit kérdezni. Reggel, amikor fölöltöztél, most egy ilyen nagyon menő pulóver van rajta. Hát, az aztán nagyon menő. Nem, ilyen jó néz ki azért, mert 1005 volt. Hogy pólót vettél alá? Nem. Nem. Csak azért, mert a portás fiúk mondták, hogy ma reggel te elhagytál egy pólót, ott van nálad. Lehet, hogy kiesett a pulóvered alól, ahogy jöttél befelé. Nem bújtál bele rendesen? Milyen érdekes dolgok történnek reggel. Tényleg? Aha, mondták, hogy te jöttél be, és leesett a kezedből, vagy mellőd egy póló. Milyen póló? Ez most engem is érdekel. Te jöttél be, és nálad van, vagy a te pólód, és náluk van. Igen. Nincsen, Anna? Nincs, megijedt. Hát mutassuk meg neki, Zsül, hogy mi volt, jó? Ez lett volna. Figyelj, kedves Imi, szerintem. Dani. Nincs, akkor hagyjuk, nem? Hát a bombon mutassuk meg az eredetét. Soha nem tart. Aha. A puliba végre egy út mulató, ez most egy fiú nap, itt semmi is tiltva, ma minden szabad. Hát Dani, ezt buktad, viszont valaki megírta, bombon nyertem, adjuk neki oda. Egyébként nyertél. Jó, nem volt játékosunk, bombon, 09-re végződik a telefonszámod, visszahív, Anna mindjárt, te nyertél. Jó, tényleg bombon, ebből megmondani, ez itt szép. Szép megfejtés. Gyerekek, az M7-esen nagyon nagy baleset, úgy néz ki, hogy halálos sajnos, hosszú lesz a helyszínelés, Laci, úgyhogy készüljön föl mindenki, aki arra megy, hogy mindenkit leterelnek, óriási a dugó, és Martonvásári lámpa 45 perc, ez kb. 2 kilométer botrány, hatalmas dugó van, próbáljátok elkerülni. Jó, ha esetleg arra van dolgotok, mert teljes pályazár van az M7-esen a Balaton felé. 3 perc van pontosan, 8 óra, vendégünk lesz a hírek után, érkezik hozzánk Hajdú Steve. Hey! Vele beszélgetünk majd, méghozzá a játékkészítők produkcióról, amiben ő is szerepel, úgyhogy Hajdú Steve-vel folytatjuk a hírek után. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. A Klassz FM-en. 8 óra múlt pontosan 14 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Feri, hello, Jani, hello. Jó reggelt. Drága hallgatók, mondtuk a hetest, és többen kérdezik, hogy mi a helyzet. Hát nem győzzük hangsúlyozni, hogy óriási baleset az M7-esen. Ez talán most a legfontosabb, és már a nulláson is nagy dugó van az M7-es felé a csepeli kihajtótól. De ez nincs összefüggésben egyébként a hetesen történt balesettel. Útlezárás van, leterelnek mindenkit az M7-esről, és hát valahol a Tárnoknál lehet lemenni, ha minden igaz. Halálos baleset, hosszú-hosszú órákon keresztül megy majd a helyszínelés, sajnos ez egy elég komoly dolog, úgyhogy ha valaki szeretne menni, akkor én nem is tudom hol, mert már a Martonvásári lámpánál is 45 perces az átkelés, ami csak 2 kilométeres, úgyhogy hát leterelnek mindenkit, talán érdemes visszafordulni, vagy nem is tudom, ha tudja az ember, akkor ezt elhalasztani. Aztán az M6-os 41-es kilométerénél fotóznak rendületlenül, 10-es főúton Leányvár után frontális baleset, 2 autó az út szélén, vigyázzon ott is mindenki, ezt leszékülte nekünk. Valamint az M0-áson Győr felé sávlezárás van a Dunahíd végén, ez a hosszú dugó oka. Ezt Jordi
küldte. Köszönjük, köszönjük szépen. Elment az autó, amit lemostál? De, nem, még mindig itt van. Még mindig itt áll. Azon gondolkodom, hogy nem kellett volna fölraknom rá egy cetlit, hogy láttam, kicsit koszos a szélvédőd, letakarítottam, remélem tetszik, remélem nem maradt nagyon foltos, stb. Üdvad olyan Klassz FM. Na, hát ez a baj, látod? Ez a baj, mert az, aki kifizette a parkolójegyet, az nem írta rá a nevét. Tehát, mert te ezt már azért akarod ráírni, hogy ő hálás legyen neked, hogy tudja, aha, hogy kinek tartozik hálával. A szeretett önzetlen papa, tudod, önzetlen. Ahogy Balázs szokta mondani, te inkább őszintén nem adsz semmit. Gyerekek. Anonimként. Anonimként semmit adni. Tudjátok, tudja, mit mondok senki, mindig? Én nem adtam, igen, semmit. Ha én elutazom, az álszent ajándéknál jobb az őszintén semmi, nem? Én így csinálom, bárhol megyek, senkinek semmit. De nem írtam el semmit, és még mindig itt áll a kis Peugeot ott, úgyhogy remélem, hogy észre fogja venni. Balázs, beszéltél a portásokkal? Nem tudtam kimenni, mert közben Steve-eli dumáltunk, nem. Mert nagyon várják egyébként, hogy megtudják, hogy ki a pól, és továbbra is várják a műfogsornak és a farokának a tulajdonosát is, amit a múlt héten vesztettek el. Igen, Jani a hírek előtt elmondta, hogy találkozott a portásokkal, és a portások jelezték, hogy kiesett belőlem egy póló. Illetve te mondtad el, igen, fogalmam nincs, hogy egyébként az honnan jött. Na, közben pedig megérkezett a mi vendégünk, Hajdú Steve, jó reggelt kívánunk! Hello, Steve! Ciao! Köszönöm, hogy meghívtatok ide. Nagyon jó veletek együtt lenni. Jó reggel. Hát volt időd? Még maradhatsz. Jó, örülünk, ha így gondolod. Volt egy hosszabb idő az életedben, amikor te is korán keltél, ugye a Leviékkel? Nagyon-nagyon nehezen bírtam. Megmondom őszintén, hogy este, amikor előadás volt, és jó, hát a Levi nem könnyű. Másrészt a színház mellett nagyon-nagyon nehéz volt a reggeli rádiózás, de egy évig bírtam, utána már nem. Én belehallgattam, mindig, mikor jövök, akkor így kalandozom, belétek is belétek hallgattam, és hallottam néha, hogy igen, voltak kihívások, mikor a hangod alapján, igen, kicsit fáradt voltál. Most se vagyok egyébként nagyon-nagyon éber. Az a baj, amikor ilyen főpróba hetünk van színházba például, akkor hihetetlen leszív bennünket ez a házasdi, úgyhogy elmegy minden kedve az embernek. Nem kéne az ott maradni a büfében utána, ugye? Az a baj, hogy már nem megy. Már az sem megy. Már inkább rohan haza az ember pihenni, de az, hogy régen hogy tudtunk pedig ott maradni a büfébe, meginni 1-2-6-7-8 dolgot, és hajnalig ott lenni, és másnap 10 órakor semmi probléma nem volt. Ja, vagy mondjuk úgy beszélsz, mintha nem tudom, egy Matuzsálem lennél, és hát figyelj, az a baj, hogy ebben a játékészítő darabban vannak fiatal színész kollégák, akik ugyanezt csinálják, hogy előadás után buliznak, és reggel úgy jönnek próbálni, mintha meg se kottyant volna nekik, és a legdurvább az, hogyha csinálok valamit 40 fölött, akkor a 20 éves srácok nevetnek. Csak az a baj, hogy pont abban az időszakomban vagyok, meg korban vagyunk, hogy nem tudom, hogy vajon kiröhögnek, igen, vagy nevetnek. Hogy veled nevetnek, igen, vagy rajta nevetnek. Találgatás helyett inkább beszélsz a direktorral, és kirúgatod őket. Hát nem tudom kirúgatni őket, mert nagyon tehetségesek és nagyon jól játszanak. El kell, hogy mondjam, hogy már inkább rajtunk röhögnek. Tehát én két nappal ezelőtt teremfociztam 20 éves és már nem velem nevettek, hanem rajtam. Tehát hidd el, Steve, az ember még egy ideig reménykedik, de rájössz majd, hogy már rajtunk röhögnek, nem velünk. Nekem sajnos. Az a gondom, hogy egy ilyen sportcsarnokba próbálunk, és láttam egy kosárpalánkot, és 1,90 centivel volt bennem egy ilyen régi emlék, hogy hát én fölugrok, ha a gyűrűt nem is, de legalább a hálót elérem. És már abban a mozdulatban, amikor elindultam fölfele, megrándult a térdem. 3 hete azóta bicegek, semmi gondolat. Borzalmas. És már kicsit úgy kezd föl, hogy reggel mindened. Ugye? Hát tehát már kicsit itt, kicsit ott, mi már hetente előhozunk ilyen klasszik 40-es betegségeket, de mi erről dumálunk, hogy már kicsit úgy kezd, hogy már nem kipattansz, hanem már itt, már ott, ugye? És ahogy Molnár Ferenc mondta, írta egy darab, hogy olyan vagyok, mint az egyszeri színházigazgató, minden tagon fáj. Egyébként igen. Olvasom itt a játékkészítőknek a leírását, és az ember itt próbálja kitalálni, hogy valójában mi is ez a darab, mert hogy interaktív, meséskaland, popmusical, műmese, itt aztán annyi minden van a holnapotokon, hogy nem is tudom eldönteni. Nyugtass meg, hogy nem egyértelműen musical, mert hogy mi megyünk a Bennyvel, de hogy én azért a musicaltől, tehát hogy egy ilyen 2 perc után szaladok ki. Nem, férfi, 50-es férfiak egyszer csak hangol énekelni kezdenek, az nagyon kemény. Nem, ez tényleg egy ilyen családi látványszínház, én annak tudnám ezt inkább beazonosítani. Táncosok, artisták, színészek, poppénekesek, rockénekesek, különféle generációk, a Nagy Ferótól a Radics Gigin keresztül, rengetegen föltűnnek a darabba. Egy igazi látványszínház, mivel nagy térbe játszunk, olyan 3600-4000 fő a Tüskecsarnoknak erre a produkcióra befogadó képessége, ezért minden hihetetlen látványos. Tehát szerintem, ahogy a jelmezeket néztem, arcok nem is nagyon lesznek,
mert mindenkin óriási fejdísz, óriási smink. Én például, amikor a Jean-t játszom, én viszem el Petit a meseügynökségbe, klasszikus ilyen Disney figura vagyok, ilyen kékbe, meg hatalmas hajjal, szakállal, hihetetlen látványos, tehát nem nagyon lehet fölismerni, hogy tulajdonképpen ki játsza, hanem a gyerek egyből azonosul vele, vagy a felnőtt is, hogy jaj, ez a Jean, jaj, ez a víztündér, szóval minden nagyon látványosan és nagyon egyértelműen van közölve. De jól értem, akkor ez nem egy külföldi darab, amit átvettetek, hanem itt magyar írók, magyar zeneszerző, magyar rendező, ugye? Talán egy külföldi nevet láttam. A koreográfus, így van. Ő koreográfálta a West Enden a Mamma Miát, meg a filmnek a koreográfusa is ő volt. A Magács László rendező azt találta ki, hogy nem az a klasszikus musicales táncok lesznek benne, hogy fölemelgetjük a lábunkat. Hanem inkább mutatod jobbra-balra könnyökkel. Igen, könnyökkel. Tudod, és már nagyon fészkált a színházai. Hanem inkább ilyen, hogy mondjam, ilyen mozgással egybekötött cselekvések. Tehát nem táncnak nevezném ezt, hanem inkább ilyen megkoreografált jelenlét, vagy helyzetek, vagy mozgás sorokat állít. Tehát még ő se tudja. Ő se tudja. Nagyon-nagyon tudja. Mindenki tudja, hál' Istennek. Láttam tegnap egy anyagot talán a valamelyik kereskedelmi csatornán, és azt láttam, hogy még egy tornateremben próbáltok. Minden darab így áll színpadra, hogy először van egy úgynevezett tornaterem, vagy száraz próba, nem tudom, hogy hívják, tehát nem egyből a színpadon, ott valami rögzül, megtanuljátok, még mindenkinek a papír volt a kezébe, Alföldinek, mindenkinek. Még most is. És utána ezt teszitek át a színpadra? Igen, van egy, ugye hát ez költségkímélés miatt is, mert fölépíteni egy színpadot, ami mondjuk ebbe a darabba lesz, az nagyon-nagyon nehéz és költséges dolog, ezért mi egy úgynevezett próbaterembe próbálunk, mivel a Tüskecsarnokban lesz a bemutató, ezért ott a Tüskecsarnokon belül rengeteg ilyen kis terem, hát a csarnokhoz képest kicsi terem van, ilyen kosárpálya méretű terem, és ezek a mesék, például a 77 magyar népmeséből a klasszikus figurák, mint a háromfejű sárkány, a királylány. Igen, ezek kezdenek kicsit eltűnni a jelenkor gyermekeinek életéből, igen. Pontosan, és ezért ez a három eltűnőbe lévő figura a malaccal együtt, a rózsaszín kis malaccal együtt, és Hüvelyk Matyival elhatározzák, hogy a való világból, az igazi világból hoznak egy kis fiút, aki ezekben az elektronikus játékokba hihetetlen dolgokat ér el. És hogyha ezeken a videójátékokon ez a Peti nevű kisfiú ilyen jól játszik, akkor hívjuk el ide a meseügynökségbe, megkeressük a játékkészítőt, és majd ebből a 3-4 figurából újra szuperhősöket fog csinálni, mert volt már rá példa, hogy Jancsi és Juliska majdnem el volt felejtve, de egy nagyon jó számot írtak nekik, Jancsinak és Juliskának, meg kicsit amerikanizálta a játékkészítő, Johnny és Julie lett belőle, természetesen a királytestvérek éneklik egy fantasztikus számot benne, és egyből menők lettek, úgyhogy ennek a 4 főszereplőnek, a sárkánynak, Babszemja, Hüvelyk Matyinak, a királylánynak és a 3-fejű sárkánynak az a célja, hogy ők mindenképpen szupersztárok legyenek. Mondjuk ne biztatok semmit a véletlenre, már mint a szereposztásban igazi sztárok vannak benne, sőt egy sztár parádé. Hát igen, Jani. Ja, most az énekesekre gondolom. Nem. Abszolút nem rád gondoltunk. Azért is hívtam meg, hogy egy kicsit felhozzunk. Figyelj, hát ez is a Gabinak, a producernek, Illés Gabinak köszönhető, aki meg a csapatának, aki hihetetlen erővel és hihetetlen elánnal és hihetetlen hittel, tehát annyira hisz ebben, hogy meg lehet ma Magyarországon csinálni egy olyan nagyszabású produkciót, ami sikeres. Ebbe a kelet-közép-európai létünkbe gondolom ti is minden nap találkoztok azzal a helyzettel, hogy bármit szeretnétek csinálni, valaki mindig azt mondja, hogy jaj, miért? Igen, de hülye vagy, vagy hagyjad, vagy úgyse fog sikerülni. Igen. Balázstól hallom, nap. Én is hallom a rádió, csak ezt hallom tőletek. És én ezt bírom például az Illés Gabi és társaiban, meg a csapatban, meg az egész színészgárdában, meg a rendezőben, hogy bár azt halljuk, meg ott van hátul az agyunkban, hogy biztos mindenki azt mondja, hogy nem lehet ekkora térben, nem lehet így, de annyira benne van a lehetőség, hogy ez egy sikeres előadás lesz, hogy ez plusz erőt ad nekünk, és dolgozunk, mint az állatok. Hát és ahogy látom a neveket, tényleg nagy nevek, tehát Koltai Robert, Oroszlán Szonya, Nagy Feró, Szabó Győző, és még sokan mások. Alföldi ugye, mint fő gonosz. Igen, ugye? Nagyon-nagyon jól játszik, és nagyon... Neki az áll jól, őt nem is nagyon tudnám elképzelni jó szerepben, nem? Szerintem izgalmasabb gonoszt játszani. Nem? Érdekesebb is talán lehet. Figyelj, a Robi
én nagyon-nagyon elfogult vagyok, még nem voltam főiskolás, ők negyedévesek voltak, és Veszprémbe voltam stúdiós, és ők a főiskolai osztályával Kapás Dezső rendezésében Veszprémbe játszottak Bűn és bűhődést, és a Robi volt benne, Raskolnikov. Hihetetlen, félelmetesen jó volt, és az annyira belém égett az a kép, hogy bármit nézek tőle, vagy bármilyen megnyilvánulását látom, ezen a szűrőn keresztül tudom nézni, és tényleg fantasztikus volt akkor is, és ma is az. Hihetetlen fegyelmezett, hihetetlen koncentrált és hihetetlen erővel dolgozik. Jó, akkor most nézzük, hogy kit utálsz a darabban. Most körben nyalogattuk mindenki, igen, ki az, akivel nem akarsz együtt dolgozni. Ki az, aki feltűnően tehetségtelen a srácok. Hát olyan de imádnám, és mondaná három nevet. Olyan jó lenne mondani, de nincs. Mindenki ezerrel. Nagyon-nagyon rajta vagyunk, hál' Istennek. Ennek a logisztiká is egyébként hihetetlenül nehéz lehet. Ezeket szarakni. Az embereket így összeegyeztetni egy időpontra, két időpontra. Hát, talán ennek is vagy ez is az egyik oka annak, hogy úgy tűnik, hogy nem terveztek sok előadást? Figyelj, ahogy én hallom meg, ahogy a Gabiék vagy mondják, ez már a jegyelővételnek szó. Ez a jegyelővétel, de nem, ez ugye nagy zenész színházak már Magyarországon is úgy vannak, hogy blokkokba játszanak. Igen. Tehát a Madách Színház, ahol én játszom, ott nagy szériákat játszunk le, ilyen 25-30 előadás, most például egy másik darabunkkal 50 előadást szeptember végétől november közepéig lenyomtunk, mert úgy éri meg, tehát a játékkészítő is 4 nap alatt 12 előadást játszunk már. Atya Isten! Volt tervezve, Atya de hál' Istennek akkora volt az érdeklődés, hogy meg kellett nyitni a 11, sőt most már a 12. Ez fizikailag lehet bírni? Hát napi háromszor színpadra állni, színpadon jelenetenként vagy darabonként háromszor például neked átöltözni, hát be kell, hogy költözzetek igen, oda 4 napra, igen, nem? Igen, nagyon izgalmas és jó kihívás. Egyébként van ilyen főiskolai feelingje a dolognak, hogy beköltözünk, ott vagyunk, együtt élünk, együtt vagyunk, talán még össze is jövünk valakivel. Francba, hogy mi nem egy ilyen helyen dolgozunk. De tényleg itt ülünk három pasival. Figyelj, hogyha három közül venni kéne jegyet, akkor ismerősöknek mit mondasz? Első melegít, a második már rende, a harmadik már levezetős. A negyedik már nagyon fáradt. Figyelj, azt mondom, hogy szerintem mindegyik ugyanolyan intenzitású lesz. Egyrészt azért, mert hihetetlen profi a csapat, tehát nem lehet megtenni azt, hogy délelőtt frissek vagyunk, este pedig nem. És a másik az, amikor 4000 ember olyan energiát, agyhullámot ad át, hogy egyszerűen fölpöröksz olyan az adrenalinot, hogy majd utána összeesünk, meg hívnak. Nagyon aranyos volt, hogy Jani konkrétan azt kérdezte, hogy van-e még jegy, és hoztál-e nekünk. Igen, Jánosnál lesz, hogy milyen lesz az előadás, ez nagyjából lesz. Van-e két repi jegy a táskában? És ugye nem főpróba. Nem. És ugye jó hely, és tudod. Nyilvános főpróba, hoztam neked néhány jegy. Persze, hogy lesz, hát hogy ne. Nagyon-nagyon számítunk rátok, családos emberekre. Tényleg hány éves kortól érdemes gyereket szerintem vinni? Szerintem olyan nulla. Aha, jó. De 3 éves kortól szerintem, tehát nekem a feleségem azt mondta, hogy az én szellemi színvonalam 4 éves kornál tart. Érdekes, mert nekem is ezt mondja a nejem még egyébként, és ezzel tökéletesen egyetértek. Élvezem a darabot. Szerintem olyan 4 éves kor, de aki igazán érti, és vele tud menni a produkcióval, az a korosztály, aki már játszik ilyen számítógépes játékokat. Az nem tudom, mennyi lehet, 5 évese? Hát, egy kicsit később talán, igen, 7 körül. Szerintem a korai tínédzserkorig bezáróan lehet fölolvasztani ezt a jégvilágot, és akkor abban a gyerekek is be lesznek vonva, és ők is olyanok, mintha meg lennének először fagyva valami kis jelzés által, és utána ők is föloldódnak. Tehát próbál interaktív lenni. Imádnám, ha Jani elmenne és kihívnátok. Gyerek, és a kis rövid hajú kis fiú jöjjön ki. Gyerekek. 43 éves vagyok, nem baj, apuka, most már bőre mutatunk, jöjjön ki. Mondjuk gyerekek rettegek, hogy elmegyek, és az én gyerekemnek a Berecki lesz a kedvence. Tehát, hogy ez szörnyű, hát, szörnyű félelem van bennem, hogy mit tegyek, ugye? Mi, hogy fogom tudni lebeszélni, mert hogy a Berecki is játszik. Benne mit? Van a mester is. Benne bizony. Mit csinálja? Játsza. A babszemjankót játsza. De hát ez hogy jön össze az ő egójával? Nem kicsi. Nehezen, viszont babszemjankónak nem kell olyan sokat próbálni, mint a háromfejű sárkánynak. Tehát ott van végig, de még sincs. Hát felmérték az Oli képességeit. Nem, az Oli nagyon jó, nagyon jó. Dolikám, gyere, neked csak a nevet kell. Hát itt nem, ebbe a kvartetbe is barátok. Ő énekel, és nagyon jó a Radics Gigivel. És én leszek Zeus, az Istenek királya! Nem, Zoli, babszem, Jankó, most nem ragud. Zoli, egy picit lépj hátra, kettőt vegyél vissza. A jobb szerepeket már elvitte a Hajdú Steve-nál, hogy... Most tényleg elviszem a Benit, és azt mondja, hogy nekem ott ő az a srác. És vegyük meg a szógyét a bácsinak. Mit fogom? Hogy fogom tudni? Az a lány. Abba kell bízni, Balázs, hogy majd kinövi. Köszönöm.
a Csonka Andrissal egy darabot az egyik színházban, a játékszínben, és az egyik kolléganőnknek a kislánya, aki gyönyörű és édes, körülbelül 10 éves, 11 éves, ezt a darabunkat, Hatan pizsamába az a címe, hát mint a neve is elárulja, hatan vagyunk benne is pizsamába, és olyan nagy erősségek vannak benne rajtam kívül, mint például a Csonka Bandi. Na ez a kislány már 12-szer látta ezt a darabot, és mindig azt kérdezem magamtól, hogyha majd ő egyszer színművészeti egyetemre jár, akkor mint élete sötét foltja el fogja mondani, és 11-szer láttam a Hatan pizsamában, bánom, bánom. Nem volt még akkor kialakult ízlésem, ne haragudjatok rám. Úgyhogy lehet, hogy a Benni is így lesz az Oliva. Te egyébként jársz színházba? Tehát az, aki színházban dolgozik, van ideje vagy igénye arra, hogy beüljön egy-egy olyan darabra, amiről hallod a kollégáktól, hogy na, azt nem szabad kihagyni? Igen, igen. Azért megpróbál az ember ott lenni. Van, ez is ilyen korszakfüggő. Van egy olyan korszaka az embernek, amikor jobban tud mindent mindennél, és nem érdekli a másik, le van tojva. Ismerem ezt az életérzést, 30 éve így élek. Én a másikat nem ismerem. Az az idő, amikor elkezd érdekelni a dolog. Hát most mindannyian, hogy itt ülünk, még nem jött el ez az idő, de majd eljön, hogy megnézzünk. Én főleg külföldi előadásokat szeretek nagyon nézni, orosz vagy román rendezésbe. Az a igazság, hogy a kollégáimat annyira ismerem, meg a rendezőinket, tehát tudom, hogy milyen előadást fogok kapni és látni. De az a kellemetlen fajta, hogy utána bemegy az öltözőbe, és elmondja, hogy én ezt úgy formáltam volna meg. Nem, már amikor bemegy a nézőtér. Gratulálok. Ne engem nézzel, a színpadot leénekelnesek. Adják meg a tiszteletet a kollégának. Igen, én vagyok, itt ülök, de most rájuk koncentráljanak. Jó. Oké. De mondjuk, hogy egy ismertebb ember belül a nézőtérre, az le is tudja fagyasztani. Tehát mi már azért nem úgy nevetünk egy poénon, vagy egy vígjátékon, ahogy mondjuk a néző szokott, hanem csak ennyi, de igen, ugyanúgy élvezem, mint a néző. És akkor a néző azt nézi, aki beül oda, hogy nem tetszik neki, nem tetszik, látod, akkor nekem se tetszik. És te kinél kiszúrod, amikor mondjuk színpadon vagy, hogy ül ott valaki, vagy van ilyen? Elmondják, tehát elmondja a ügyeletes rendező, mert szólnak neked, hogy itt ül a második sorban, mint tudom én, a Verebes, vigyázz, mert úristen, majd akkor. Igen, tényleg? Igen, szoktak szólni. De egyre kevesebb. De nincs olyan, látom, hogy így a rutinból így befejezed a kollégának a mondatát. Köz, és bízva bízzál. Nem, ilyen nincsen. Viszont nem akar kihalni az emberekből a színházba járási kedvés. Ez nekem nagyon tetszik, hogy annyi olyan hullám van, ami jött, aztán átment rajtunk, különböző hullámok, de valahogy a színház, a színházba járás, a színháznak a tisztelete, tehát a jó előadásról van szó, akkor tényleg ott állnak sorba, még mindig, és ki kell menned, mit tudom én, reggel 7 órakor, és 10 órakor bejutsz a pénztárba, tudsz venni egy darabot, most a Víg Színházban voltunk 2 hete, vagy 3 hete próbáltam jegyet venni, az utcán áll a sor egy-egy előadás. Mindegyik fölborult, átmentünk kereskedelmi rádió, televíziókba, de valahogy a színház ez megmaradt, ez a struktúra olyan erősen megmaradt, ugyanis arra neveltek, úgy szocializálódtunk, hogy amikor kisgyerekek voltunk, akkor elvittek minket színházba, szépen fölöltöztünk, és már gyerekelőadásokkal olyan minőséget kaptunk, igen, ami megfogott bennünket, hogy úristen, milyen jó színházi előadások vannak, és így nőttünk föl, és mindig megvolt 10 évesen, kamaszkorban is, hogy milyen előadásokat nézünk, és ezért jó például ez a játékkészítő is, hogy egyszerűen színházra neveli a gyerekeket és a színház szeretetére. Ez nagyon nagy érték. Hát titeket vittek el, de minket a Ferivel csak búcsúba, meg piacra. De az is szép volt. De ott az csak volt valami faluna. Csabára. Hát ez nem a legerősebb volt, úgyhogy nem biztos, azért hogy nem járunk most. Azért nem jársz most. Ezt látjuk is Feri fejlődés történetén, hogy nem ezt is nagyon. Adom igazabban. Mondjuk egy rossz előadás gyerekként az egyelő egy erős érzelmi és fizikális traumával. Tehát, hogy nem megérti az ember, hogyha tényleg elvisznek gyerekként egy rossz előadás, a büdös életben nem, viszont 6 évesen végignézetik veled a diótörőt, nem akarsz többet elmenni semmilyen előadásra. Hogy csak bedobtad a diótörőt, de hogy nálam ez egyébként konkrétan meg volt, évekre vetett vissza. Nem szabad. Nem akarok senkit megbántani, de megnéztem a diótörőt balett formában. Ez tökéletes. Nem szabad. De más formában nem nagyon van. Igen, mert hogy az balett előadás. Igen. Lehet, hogy az más, hogy nincsen sárcok, nagyon, az egy balett előadás. Nézzétek el nekem, hogy nem ástam utána már a témának. Ezek után nem csinálkoz. Érted? És ráadásul száraz volt a perec. Én például a nyomorultakat láttam, a Szinetár volt még a kis Kozett. Az viszont bennem annyira megmaradt, és annyira tetszett. Kis Kozett, mint Szinetár, hogy utána azért kezdtem színházba járni, és kértem anyámat, hogy vigyem, mert a nyomorult
elárultak, még Szinetárdóra és Kiskó, tehát egy olyan klassz musical volt, hogy minek ennek hatására kezdtem járni. Tehát nem mindegy, az első, amit tényleg megnézel, te a diótörővel ültél ott riadtan, gondolom. De ez lehet, hogy egyébként lelki beállítottság is azért egy ilyen romantikusabb nagy musical, és szerintem a musical irodalom, bár én sem vagyok nagy musical fan, de a Nyomorultak az egyik csinóra szója. Hát csak kinek mi, nekem Jean Valjean maradt meg belőle, hogy megemeli a szekeret, érted, de azóta is szimpatikus az Erőemelők. Balázs nem meg a kis kaszett, és úgy öltözködik minket. Kis kaszett. Na jó, de Jani, van egy ilyen traumád a diótörőről, hogy nem akarsz ilyenfajta színházat látni, de például olyan színháznak voltál részese, aki ennek az ellenkezője, pont az alternatíva télapó akciócsoport. Ja, ami, de az is, figyelj, az ugyanaz, ugyanarról a tőről, és ugyanarról a gyökről, és ugyanarról a szeretetről ered, mint mondjuk a diótörő. Csak kevesebb pénz volt benne. Sokkal kevésbé domináns kukikkal. De fölveszel egy szuszpenzor, tudom, ott vagy. Hasonlóan nézel ki, igen. Steve, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Jó néha ilyen dolgokról beszélgetni. Köszönjük szépen. Köszönjük. Mikor van az első? 27-e. Délelőtt, délután este, 27-től 30-áig már a 40 ezer jegyet akarnak értékesíteni, ebből 38 ezeret már eladtak, úgyhogy aki még akar vásárolni, de jó. A maradék 2000. Hát én mindig azt mondom, hogy kultúrának lehet reklámot csinálni, úgyhogy köszönjük, nagyon hogy elmondtad. Steve, köszönjük szépen. Fél 9 múlt pontosan 7 perccel, 3-as ugrásra lehet jelentkezni SMS-be, mi pedig jövünk, Ákos hírei után. Morning Show. Klassz FM-en. 3:49 múlt, pontosan 1 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Helyes a Steve, nagyon, jó, nem? Fej, jó arc, nagyon jó arc. Jó, van, kedves srác, jó ilyenekről néha, meg kultúráról, igen, színházról egy kicsit beszélni. Pont azt akartam mondani, hogy ha nyitottak lennétek, igen, akkor havi egyszer jöhetne színházat ajánlani ilyen stílusban, de tudom, hogy ezt titeket nem érint meg kultúra. Hát vagy... Na most kaptunk egy szép bélyeget, Jani, ebből már nem jövünk ki, sőt, minél jobban védekezel, annál jobban mélyebbre megyünk. Hát engem nem érdekel semmi. Érted? Csak a metrál. Csak a vega vagyok, érted? Csak a bula, meg a buláta. Hallod? Csak a vega, buláta, ez a hogy? Igen. Jézus, de jó. Mind a kettőt falak. Hallod? Azt akarom kérdezni, hogy nem jöhetne bele közelebb például az atya? Ki? Ha Berecki Zoltán. Berecki? Persze, ő is. Ugye nem fogadta a meghívásunkat, vagy nem is most törődött. Most miután azt mondom, hogy én elviszem a Benit, mi lesz a kedvence, te meg azt mondtad, hogy ki az a lány? Majd ezt az én fiam megkérdezi? Az előtérbe láttam az ablakon. Ja, hogy az előtérbe. Jöjjön be. Ha persze. Értem. Gyerekek, nekünk semmi bajunk egyébként a Bereckivel. Álltok ebben az előadásban, Zseni? Így többes feltéve, hogy mi a bajunk. Nekünk. Figyelj, elmondom, mit láttam tegnap. Na. Belenéztem. Mondom, most megint valahogy így esténként így tévézgetek. Uh-huh. Talán van bennem egy ilyen pánik, hogy a következő másfél évben nem lesz időm. És most még így előre tévézgetek. Én az utóbbi fél évben nem néztem semmit. Csak sorozatokat este, mikor már gyerek lefeküdt, és tegnap belenéztem a Halatortámba, ahol egyébként a Berecki, Tilla, Klaudia, Hajós, Majka. És nagyon jó volt. Azt láttad, amikor ő volt a házigazda? Nem, figyelj, én azt láttam most, amikor kombó, a... Nem ismerem ő ki. Kombó, a kicsi kombó. A Spejsz Bárdogál a kis kombó. Nagyon aranyos lát a kis kombó. Nem, figyelj, és képzeld el, hogy azt láttam, hogy helyesek voltak. Tudod miért? Mert nagyon sokszor látszik az ilyen típusú műsorokban, hogy nem önazonos emberek, kicsit kínosan, manírosan, feszengve, a vacsora után ezekben az álprodukciókban nagyon szenvedve eljátszuk, hogy jaj, de jól érezzük magunkat című történet van, és amikor nézed is zavarban vagy, ugye ezen típusú műsoroknak a végén van ez a kötelező, igen, produkció, tudod, igen, szörnyű, amikor 5 feszengő ember, illetve 4 ül egy ilyen bőrfotelen, egy meg ott hülyét csinál magából a padlószőnyegen, zokniba, egy ilyen kamuszintetizátorral ének kell, és akkor meg kell tapsolni, hogy hú, de vicces. És tegnap képzeld, hogy szórakoztatott. És jó volt a Berecki, mert önazonos volt, és azt láttam, hogy nem manír, nem szerepel, nagyokat röhög, őszintén röhög, és azt mondom, hogy figyelj, ez most szimpatikus. Lehet, hogy most láttad az igazit. Én azt szeretem azokat az embereket, akik sokszor olyanok, amilyet nem is az, hogy elvársz, hanem amikor azt látod, hogy na most őszinte, nincs manír, nincs viselkedés, nincs semmi, hanem egyszerűen jó ízűen röhög, ahogy egyébként a Tilla tud jó ízűen röhögni, a Klaudia tud nagyon jó ízűen röhögni, és azt látom, hogy az a mosoly, amit látok az arcán, az igazi. És tök természetes, tök az vannak műsorvezetők, akiknél ezt nem látom, látom a mosolyt az arcán, de nem látom. Forgunk. Jó, ez az ötös, ez egyébként ennek az a pszichológia is, hogyha olyan emberekkel vagy együtt, akik egyébként önazonosak, mint a Tilla, a Klaudia, akik ha rossz, ha jó kedven röhög, ha beszól, tudod, és úgy jön ösztönse, a Majka is ilyen, akkor azért az oldja azt az embert is, aki egyébként meg ilyen nagy manír, nagy mosoly, nagyon mű minden.
Most nem az Oliról beszélek. Tehát ez egy nagyon hangulatú műsor volt. Jó, de mondjuk ez pont egy olyan produkció volt, amiben azért van rutinjuk, hiszen a nézettség miatt sokszor oldom a módszatról, hogy húban ezzel. És hogy mindig engem írnak meg, hogy a Balázs ennek beszólt, a Balázs ennek beszólt, ezt holnap nem fogják megírni, hogy egyrészt te gombócot mondtál a torkúban nézettség miatt, kettő, hogy a Balázs dicsért egy műsort, ezt sose írják meg. Se a bulvárlapok, se az internet, semmi, csak ha beszólok valakire. Erre te jössz, szétrombolod ezt a szép megszólalást. Na meg is hogy gombolc volt a torkukban. Nem, tegnap helyesek voltak. Én nagyon régóta nem nézek ilyen főzős műsorokat, de volt az RTL-en, és én bevallom, ott se szerettem. Tehát ez nem azért, mert hogy TV2... Kicsit fáj nekem, mert megnyertem, na mindegy. Te nyertél az RTL-en? Ne csináltam. Nekem a főzéssel nincs bajom, főleg ha olyan emberek ülnek együtt, akik kedvelik egymást. Ez a vége produkció, ez sokszor... Az nagyon kellemetlen. Mert ugye öt olyan ember, vagy négy olyan emberrel vagy együtt, akiket ugyanismersz, de azért nem vagytok egy brancs. Igen. Nem jártok össze. És kicsit mindenki feszeng. És ez a kötelező végeprodukció, az nagyon rossz. Az sokszor rossz. Oszfalt Marikát láttam egyszer a Kozsóházába kézen állni a medencén, és azt mondtam, hogy nem akarok többé. És azt mondtam, hogy itt a vége. Na most. Tehát nem akarok egy olyan világban élni, ahol Oszfalt Marika kézen áll Kozsóházán. Egyébként nagyon helyes volt, de mondtam, hogy... Iszonyatosan édes, és ráadásul egyrészt nagyon-nagyon helyes, másrészt meg irigylésre mért a vitalitás. Az biztos, meg egy tündéri csaj, csak mondtam, hogy nem, ez nem az én világom, hogy kézen. Marika, álljál már kézen, meg kell még három hasznos perc. Tőle ez hiteles. Egyébként igen. Na mindegy. Jól van. Most jót mondtunk? Jót mondtunk. Még most gondolkozom, mindjárt megírják. Most aztán tényleg jól mondtunk. Ha ezt holnap valaki ebből azt írja, hogy mi beszóltunk, azt tényleg rohadjon meg, mert most ebből mi most nagyon szépeket mondtunk. Így van, szépeket mondtuk az előadásról, és szépeket mondtuk a műsorról is. Igen, jó. Akkor játszunk. Amit meg én mondtam az előbb, azt meg a Nielsen alá támasztjuk. Na, ásad csak a gödrünket, ásad. Okay. Halló, jó reggelt. Sziasztok, jó reggelt. Hello. Móni, szia Móni. Sziasztok. Móni, honnan hívsz minket? Gyuláról. Ó, de szép város. Jó, cukrászdál. Gyuláról. Jó, és mit csinál közben Gyula? Jó. Mit csinál közben Gyula? Bocs, hogy nem erre repültem rá. Képviselő vagyok. Te se vagy már a régi Jani, hogy nem ezt kérdezett, hogy mit csinál most Gyula. Képviselő vagy, Móni, azt mondtad? Igen. Milyen képviselő? Igen, igen. Nem képviselő, tisztviselő. Tisztviselő, bocsánat, képviselő, tisztviselő. Tisztviselő vagy. Tisztviselő. Aha. Képviselő. Vagy kunca. Képviselő. Önkormányzati képviselőként telefonálom. És már a munkahelyem? Igen, igen, igen. Milyen a csapat? Őrület? Nagyon jó, mindenki startra kész. Halljuk a visszafogott kacajt. De most ott vannak melletted? Ott vannak melletted? Hát kijöttem az irodából, de ott vannak. Na, akkor majd együtt kiabálják. Nevezd meg őket, kik vannak ott. Nevezd meg és tegyél egy jelzőt éjjel. Mindegyik mellé. Suzi, Silvi, és a másik irodában Jani meg Zsuzsi. Suzi, Silvi, Zsuzsi, ez amit valami topless bár. Tehát, itt van Suzi, Silvi, Zsuzsi, válasz. Hogy Jani a pincér ebben a bárban. Suzitól kérnék egy private roomot. Na jó, van, milyenek a kérdések, Jani? Azt mondja, hogy szerintem iszonyatosan könnyű. Könnyűek. Jól van. Felkészült a csapat? Móni. Igen, Suzi? Igen, igen, jelzik, igen. Suzi nagyon kész? Nagyon. Suzi neve nagyon bejön. Suzi bejön neked? Nagyon. Kozsónak volt egy táncos, a Suzinak hívtak. Igen. Na nézzük, így szól az első kérdés nyakbaakasztóért. Milyen élőlény a balin? Hal. Így van. Ehhez nem kellett Suzi. Esetleg sporthorgász vagy? Vagy van a családban? Nem, de jártam apukámmal horgászni. Uh-huh. Suzi és Zsuzsa mit csinál most ebben a pillanatban? Hát várják a következő kérdést. Igen, milyen fura lett volna, azt mondta, hogy simogatják egymást és vetközni. Milyen jó volt a hangulat. Vonaglanak a rúdon, amit szoktak, mit csinálnának. Igen, oké. Okay. Már 9 óra mindjárt. Mehetünk tovább? Persze. Sapka sálért, így szól a második kérdés. Melyik ország csapata ellen játszott tegnap a magyar női kézilabda válogatott? Spanyolország. Így van! És Suziék még mindig csendben vannak. Bizony. És ki is kaptunk egyet. Sajnos egy góllal kikaptunk. Igen. Néztem az utolsó 3 percet. Igen. Ezért kaptunk. Caramba. Köszönöm. Na, mi legyen? Hogy csináljuk? Neki menjünk a harmadiknak. Megálltok. Egyelőre nagyon jól haladsz, Móni. Hogy csináljuk? Hát, menjünk. 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 Nem könnyű. De hát... Milyen kérdés? Történelem. Történelem. Uh-huh. De nem nehéz. Jó, megpróbáljuk. Jó. Karácsonyfa dísz, a harmadik ajándékunk. Nagyon szép, kézzel festett, nagyon helyes, Klassz FM-es morning show. Így van, elrólott a gép. Így szól a harmadik kérdés. Ki volt Magyarország uralkodója az első világháború kitörésekor?
Mondtam. Ugye? Egy picit nehezebb, de tudható. Suzi? Mindjárt gondolkodunk. Azaz keresitek. Van internet? Van, igen. Ki ül a gépnél? Szilvi is, meg... Meg Suzi. Suzi is ott van, na. Suzi ül a gépnél. Suzi ügyesen kezeli a gépet? Most világháború előtt vagy utána? Nem. A világháború kitörése. Na, úgy látom, akkor az oldal már megvan. Így van. Az első világháború... Na, kicsoda? Na. Megy, tegyünk még hozzá valamit. Fussunk neki. Suzi, olvassa tovább. Így van. Suzi, ne álljon meg azért, mert meglátott egy nevet, menjen még tovább. Van még valami utána. Az első Ferenc nagyon jó, de Suzi, egy picit menjen még tovább. Hm? Bizony. Mindent megfontoltam és meggondoltam, mondta. Milyen nevet látott még Suzi? Első Ferenc. Első Ferenc, nagyon jó. Második Ferenc, harmadik. Ferenc József. Na jó, van. Ez csak a karácsony miatt. Ez így van. Ez így van. Jól van, ügyesek vagytok. Kis segítséggel ugyan, de megvan az ajándékcsomag. Gratulálunk. Köszönjük! Suzi örül? Suzi köszönt. Szia! Igen, mindenki kiabál. Hogy osztjátok el az ajándékokat ilyenkor? Ki kap mit, vagy ilyenkor mi történik? Ugye te nyerted, de mégis többen voltatok. Hát mindig más viszi haza. Például a sapkában mindenki másnap megy. Megoldjuk. Az nagyon helyes. Akkor Suzi korpája után te fölveszed. Nagyon jó. Itt körbejár, nincs szexibb egy körbejáró sapkán. Nem, igen. Mindig az... más viszi haza. Hát kár, hogy nem én vagyok a nyeremény. Legközelebb te legyél. Móni, köszi a játékot, ügyesek vagytok. Szevasztok. Köszönjük, sziasztok. Ciao. Sziasztok. Hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Na gyerekek. Jól van. Jól. Elvitték ez az ajándékot. Jó volt ez, igen. 3 perc van pontosan, 9 óra. Ákos elmondja a legfrissebb híreket, mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 9 óra múlt 13 perccel a hét utolsó munkanapjár, bár ez így ebben az formában ugye nem igaz, mert hogy holnap még nagyon sokan dolgoznak, szegénykék. Kitartást kívánunk nekik, itt sokan kérdezitek SMS-ben, hogy mi vagyunk-e holnap, nem vagyunk, holnap a hétvégi menetrend szerint megy a rádió, mi legközelebb hétfőn vagyunk majd reggel, úgyhogy hát kitartás azoknak, akik dolgoznak holnap. Most tényleg az elsőt, vagy nem a másodikát, vagy a 24-ét valamit le kell szegényeknek dolgozni. 24-et, vagy a másodikát. Vagy igen. A második. Valamit. Csuklom valaki eszembe. Minden esetre mi szerencsések vagyunk. Ja. Nyugat felé személyautó utalért egy kamiont, alakul a sor, ezt Imi küldte nekünk, köszönjük szépen. M0-ás déli szektorban az M7-es felé Dunahídon sávlezárás, óriási dugó már Dunaharasztitól. Ez is SMS-ben jött. Hello, az M3-as autópálya 83-as kilométerénél baleset van, a Nyíregyháza felé vezető oldalon kis kapa küldte ezt. Nekünk köszönjük, és áll a nullás az M5-östől az M6-osig, baleset lehet, üdv T. Figyeljetek, srácok, egy ötlet írja nekünk egy hallgató, hívjátok meg egy beszélgetésre Pál Feri atyát. Kérdezhetnétek a legújabb könyvéről, az eddigi ilyen kis sikerkönyvek voltak, minden héten 1500 emberről tart előadást, egyetemen tanít, nyáron is télen tábort szervez. Tavaly prima primissima díjas lett. Nagyon okos, jó humorú, tiszteletben álló ember. Jó beszélgető partner. Igen. Tudjuk, ismerjük, hallottunk róla, olvastunk róla is. Olyannyira, hogy olyannyira, hogy kértem is, hogy Júli vegye föl vele a kapcsolatot, és ez decemberben megtörtént, és azt mondta, hogy júniusra tud majd időpontot adni, hogy bejön hozzánk, és akkor azt mondtuk, hogy jó, talán ennél lehet, hogy egy kicsit. Abból a szempontból fontosabb lehet ez a műsor, hogy nyilván másfél 2 millió emberhez eljut, ő ezt akkor így reagálta le, talán nem is ő a sajtósa, vagy valakivel a Júliét próbált egyeztetni. Úgyhogy nagyon sok mindenki nem kerül be az adásra, nagyon sok mire gondolkodunk, vagy nagyon sok mindenkiben gondolkodunk mi is. Ő azt mondta, hogy fél évre előre neki most tele van a naptára, úgyhogy nem tud jönni. Egyébként tudom, hogy ki olyan szimpatikus, nagyon jó cikket olvastam a HVG-n vele. Mondjuk az másfél millió ember, szerintem ez egy elég jó kis terep arra, hogy az ember mondjuk így a gondolatait így minél több. Igen, szenzációs dolgokat mond, nagyon értelmes, nagyon jól kommunikál a fiatalokkal, meg jól mond dolgokat, csak próbáltuk meghívni, igen. Na, kéritek itt többen tőlünk SMS-ben most már 2 vagy 3 napja,
sok SMS kapunk, ugye, hogy ez a műsor nyilván értetek van, és rólatok szól, hogy foglalkozunk egy kicsit az M0-ás ügyével. Igazából a dolog azért nehéz, mert tettünk kísérletet arra, hogy mi a dologgal foglalkozzunk, és hát meg is próbáltunk tegnap interjúra bírni egyébként a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól valakit, de egész egyszerűen nem sikerült, így viszont, hogy nem tudunk tőlük mit kérdezni, így a dologgal sem tudunk azon kívül foglalkozni, hogy nyilván olvassa itt az ember a véleményeket, ellenvéleményeket, de mivel nem tudjuk a kérdéseinket feltenni senkinek, így a dolgot nagyon röviden tudnánk csak lezárni. Természetesen mi is látjuk, tudjuk, hogy ez rólatok szól, mint ugye a hallgatóink, ti, akik az úton közlekedtek, agglomerációban laktok, de nem vállalta a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól tegnap senki, hogy nyilatkozzon. Egészen pontosan a dolog úgy történt, hogy Júli még este 7-ig levelezett velük, mondták, hogy keresik az illetőt, nem tudják, majd 8-kor jött egy közlemény, amiben ők elmondták az állásfoglalásukat, de nem adtak embert, aki nyilatkozna. Úgyhogy sokszor mi dolgokkal nem biztos, hogy azért nem foglalkozunk, mert nem látjuk, vagy nem akarjuk, vagy egyszer nem veszük észre, hanem hogyha nincs nyilatkozó, akkor nálunk egy adott ponton az ügy megáll. Ahogy az ORFK-t is szerettük volna szóra bírni a pécsi videókkal kapcsolatban, az ORFK úgy döntött, hogy nem nyilatkozik nekünk, innentől kezdve az ügyet nem tudtuk tovább görgetni, pedig szerettük volna megkérdezni arról is az ORFK véleményét, hogy a pécsi rendőrség véleménye, ugye a megerőszakolásról, vagy az ORFK-é, vagy minden rendőr ezt így gondolja, vagy akik ott döntéshozók. Most se nyilatkozik nekünk senki. Hát egyelőre ez kész tény, tehát nagyon nem tudunk erre mit mondani, igen, ez januártól lesz. Nincs lezárva az ügy, ez egész biztos. Ugye egyrészt hétfőn egész komoly demonstrációk lesznek, úgyhogy biztos, hogy előbb-utóbb lesz, aki majd nyilatkozik, és akkor megszólalhat itt nálunk. Akkor persze, kérdezünk. Hát egy csomó kérdés van, ja. Leginkább, amit az ember ilyenkor szeretne tudni, hogy volt-e, vagy van-e bármiféle olyan hatástanulmány, amit egy-egy ilyen rendelet bevezetésénél mondjuk szoktak csinálni, hogy egy egyéves, másfél éves párbeszéd, hatástanulmány az, ami azért egy ilyen horderejű döntést mondjuk egyáltalán felmér, és egyeztet azokkal, akik ott élnek, akik ott döntéshozók, akikről szól ez a dolog. Hát mivel mi ezeket a kérdéseket ugye nem tudjuk feltenni, így viszont nem is nagyon tudunk. Én is szintén agglomerációban lakom, tehát ez mindannyiunkat érinti. És az M0-ás. Igen, a dolog ugye azért nehéz, mert itt mondják, hogy mondjuk egy 5000 forintos megyei jegyel évente az mondjuk 400 forint havonta, de mégis ugye hát azért az ember teljesen logikusan gondolkodik, akkor az elkerülő út abszolút egyértelmű lényege, hogy azért elkerülő út, hogy azt tud használni ingyen. Nem? Most mi lesz? Az elkerülő utat fogod elkerülni azért, mert egyébként az fizetős lesz. És hol fogod vagyis elkerülni? Mit csinálsz? Elkerülöd az elkerülő utat, amit azért építettek, hogy elkerüld a belváros. Igen, és hol fogod elkerülni benne a városban? Így van. Így van, tehát nyilván van, akik ezt ki tudják fizetni, nyilván van, akik elkezdenek azon gondolkodni, hogy majd milyen utakat rohannak le. Ezáltal viszont, hát, ha nincsenek kellő hatástanulmányok, akkor szerintem ez nyilván életveszély, de hát nálam ez sokkal okosabb emberek döntik el, hogy ez jó vagy nem. Olvasom a cikkeket, látjuk, hogy ez miről szól. De hát nem tudjuk feltenni a kérdéseinket. Úgyhogy egyelőre ezzel az ügyen nem is nagyon tudunk foglalkozni. Ilyen megyei jegyek lesznek, azt olvastam, ugye? Hogyha mondjuk le akarsz menni Balatonra, akkor mit a három megy, megnézed a kis térképet, hogy az hány megyén keresztül menj, és akkor nem az éves matricát veszed meg, hanem a megyei jegyet, ugye? Talán ez csak 15 ezer forintból megúszod, de hát ez nem csak azon az autópályán megy, tehát igen, közben azért egy csomó mindent kell használnod. Éves, tehát egy év 5000, és akkor azt igen. Mondod, hogy Pestről te mész Almádiba, akkor az három megye, veszel 3-5 ezer forintot, tök jó meg vagy, egyszer kell menned Miskolcra. Igen, meg ráadásul én még harmadik kerületi vagyok, aha. Én nagyon sokat járok arra, a Megyeri híd azért például nagyon nagy könnyebbség az óbudaiaknak, a békesmegyerieknek, a szentendreieknek. Na most például azt bevonni a fizetősbe úgy, hogy majd mindenki újra bejön az Árpád hídhoz, ez azért életveszély, mert évekig éltünk így, hogy ezt mindenki átélte, aki ott lakik, hiszen nem volt még Megyeri híd. Ugye, és mindenki úgy Árpád híd átmentél, majd mentél vissza ugye a Váci úton. Na most a Megyeri híd azért ezt levette, ezt a Budapestre zúduló harmadik kerületi forgalmat, ami egy agyrém volt. Óriási segítség. Na most ott egy például egy hidat, amit nyilván hétköznapi emberek használnak hétköznapi módon, azt fizetős alá vonni, hogy mindenki jöjjön vissza, vagy egy autók bizonyos százaléka jöjjön vissza az Árpád hídra, az például szerintem egy eszemen dolog. Hát ez nem hiszem, hogy órás dugók lesznek, kilométeres sorok megint, mert az emberek sokszor sajnos tényleg nem azt nézik, hogy meg nem is tudják azt nézni, hogy mondjuk ez 5000 forint, hanem azt mondja, hogy nem veszem meg, akkor inkább megyek majd azon az úton, amiről viszont semmiféle hatástanulmány nincs, hogy az mit okoz majd a rázuduló autótömeg, nem? Még prózaibbat szeretnék kimenni egyik sportáruházba, itt a bevezető, meg át akarsz menni venni egy svéd bútort magadnak, és közben a nagybevásárlást megcsinálni. Uh-huh. Na, akkor ez... Picit többe fog kerülni. Igen.
Mert azt hiszem, hogy az lesz. Igen, hogy az M1-M7, a közös bevezetők, én mondjuk arra megyek, igen, tehát nekem már látom, hogy ez egy éves, egy nagy kell, hogy legyen. De hogy ugye tehát nagyon sok országban, nagyon sok nagyvárosban működnek ezek az elkerülő utak, és azért, ha azt megnézed, akkor talán egy vagy kettő ilyen elkerülő út fizetős. Tehát a legtöbb helyen, teljesen logikusan egyébként, ez ingyenes. De miért ingyenes? Azért, hogy az elkerülő utat használd az elkerülésre, és ne gyere be a városban. Na most, ha te autósként azt fizetősnek éled meg, és elkerülöd az elkerülő utat, akkor funkcióját veszti az a dolog, amiért azt mondjuk építették, nem? Úgyhogy ez egy érdekes kérdés. Ha van valaki, aki nekünk nyilatkozik hétfőn, kedden, akkor szívesen megkérdezünk mindent. Mi abszolút politika és pártpolitika mentesek vagyunk, nem győzzük hangsúlyozni. Ez azt gondoljuk, hogy ez inkább közügy. Nyilván politikusok hozzák ezt a döntést, és azt is látjuk, hogy ennek mi az oka. Viszont hallgatóink autóval járnak, hallgatóinkat ez érdekli, és hogy ez, erről lehet hát, beszélni, erről kell is ez beszélni. Teljesen húsba vágó dolog. Így van, ez semmiféleképpen nem politikai, vagy pártpolitikai kérdés. Az, ami nem is akarunk foglalkozni, nem is szoktunk, és nem is profi ennek a műsornak. Viszont ha valaki nyilatkozik nekünk, azt megköszönjük, mert az viszont jó lenne. Ha valaki odáll, és aztán igen, volt egy fél éves egyeztetés, nem volt, ezt gondoljuk, nyugodjanak meg, ne nyugodjanak meg, kire vonatkozik, kire nem, hát hallgatói milliói járnak autóval. Úgyhogy meglátjuk. Szerintem egyébként a Megyeri Hídből abból visszatáncolás lesz. Tehát az szerintem egy picit erős. Lehet elvenni? Azt szerintem nem, hát azt azért ők is tudják, vagy az a döntéshozók is kell, hogy lássák, hogy az valami brutális káosz kell, hogy legyen, de majd olvassuk a híreket, aztán nézzük, hogy mi a helyzet. Na, láttátok ezt a kis medvés videót, amiről nem tudom azóta, hogy kiderült vagy nem, viszont nyilván mindenkinek van valamilyen olyan története, amikor állat kergette, vagy valamilyen állat, amitől azóta fél. Ugyanis emberünk elindult egy fejkamerával bringázni az erdőbe, és szeret, ez egy elég régi történet, egyébként körülbelül 2 hetes, de nem tudom eldönteni, hogy igazi vagy nem, és meg akarom nektek mutatni. Tehát, talán medve vagy nem medve? Hogy medve vagy nem medve, igen. Ez a kis videó, ugye arról szól, hogy elindul emberünk egy fejkamerával bringázni az erdőbe, és kinéz jobbra, kinéz balra, egyszer csak ott terem egy medve. teljesen beteg a videó, és üldözőbe veszi azt, aki egyébként bringázik. Figyelj, és nem tudom, hogy ez most igazi vagy nem igazi, minden esetre maga a videó a szenzációs. Nem, ezt átugorjuk. Igen. Megnézi valaki ezeket a hirdetéseket, hogy vagy átugorhatod? Néha valaki megnézi. Biztos, én nem? Meg. Mert megnézze? Meg egy darabig nem tud átugrani. Viszony. Na figyelj, megy az ember. Ezek a csávó, nyis. Na, mert húzzatok már. Oh! Kamu. Kamu? Ámém. Igen? Ennyire egyértelmű? Hát oké, gyerekek, én hülye vagyok. Ott jön. Jó, azt már nem láttam. Nagy is már ki. Dob vissza az elejére. Óriás kamu az egész. Kamu? Persze. Aha, dob vissza az elejére. Vagy csak meg akarom nézni, hogy hátrafordítja, megállítom egy pillanatra. Ugye azt látjuk, hogy emberünk fejkamerával... Igen. Kattints két gyorsat. Két gyorsat? Kicsit elindít, és kicsit megáll. Elindít, megáll. Jó, még egy kicsit. Itt kell akkor. Tehát, hogy emberünk ugye látszik, hogy nem jó, erről sose lesz így, mert ki akartam merevíteni a medvét. Ne. Szóval, hogy ez egy kamu videó. Az látszott. Az oldalsó képnél is látszott már, hogy ez egy máshonnan bevágott medve. Egy gyönyörű medve felvételt. Ne. Látod? Jó, igen, ez már jó, ez látszik. Igen. De most már játsz végig, már értek el. Igen. Semmi nincs, ez van, hogy megy végig, de ezt már itt nem néztem még, csak az első, és kergeti a medve igazából, nem kapja el meg, nem történik semmi. Hála Istennek, nem kapta el az animációk. Mit vannak, hogy ezek az animációk mennyire durvák? Egyébként jó meg van csinálva, hogy egy ránézést teszel, akkor beveszed a dolgot. Igen, hogy szoktatok ilyenen gondolkodni? Minden faluban, mindenhol van egy kutya, ami megkerget, egy kecske, ami megkerget, egy agresszív kakas. Engem a Margot-Ivadar utcában gyerekkoromban megkergetett egy kafferbivaj két. Nyilván. Igen. Engem ez a harmadikről egy bölény támadt meg. Hát a kutyatámadások azok az én gyerekkoromat is végig kísérték, tehát hogy itt azért voltak ilyenek. A legdurvább eset az volt, amikor mentem át az egyik haveromhoz, és szembe találtam magam egy német juhásszal, rettenetesen agresszív volt, és nagyon közel jött hozzám, és konkrétan ráharapott a hasamra. És az volt a szerencsém, hogy hátra... Hogy annyira izmos voltál, hogy kitört igen, a foga. Így van, mind a két szemfoga kitört, és látvány máskor mással kezdesz kiskecs. Nem, ráharapott a hasamra, és tényleg az volt a szerencsém, hogy egy picit hátra hököltem, és a pólót kapta csak el, de szét is szakította rajtam, és utána nem tudom mi volt, tehát hogy lehet, hogy a biztosan a fellépésemtől, mert az soha nem volt annyira durva, de hogy
abba hagyta, elszaladt. De volt egy harapás, az nagyon komoly volt, illetve hát ott voltak a gyerekkorom, gyakorlatilag a gyerekkoromat egy ilyen rémtörténeté változó vidéki nyaralásaimat meghatározó események, amikor a kakas támadt meg hátul nagymamámnál kakas az udvarban. Kakas pulykaliba, én ilyen vadasparkokban meg... Szerintem Feri ismeri ezeket a típusú kertkapukat, amikre egy rugót raknak rá. Nagymamámnál is úgy volt, hogy ugye mindig, amikor ment, hogy egyik irányba nyílik, és akkor szépen, amikor nekem becsuknia, szépen visszarántja maga mögött. És az unokatestvéreim azzal szórakoztak, hogy amikor bementem az udvarba, akkor szépen ezt a kaput behúzták, és fogták, tartották. Tudták, hogy a kakas meglehetősen agresszív és vehemens, hogyha valaki a tyúkok közé keveredik, nem mint hogyha abba igattam volna a tyúkokat, vagy tojást kerestem volna bennük mutatója, vagy ilyesmi, de ahogy meglátott, rögtön jött felé, elkezdtem hátrálni, és konkrétan rámugrott a csípet. Annyira be voltam tőle fosva, hogy ez valami hihetetlen. A másik, akiktől nagyon féltem, vagy amiktől nagyon féltem, nem tudom, hogy van a személyiségük, azért mondom, hogy amiktől, a pulykák. Soha nem támadott meg egyetlen pulyka sem, viszont az, hogy egy ilyen lilában, vörösben pompázó, ilyen irgalmatlan mirigy, hogy hívják okkal, úristen, nagyon durva, de ők soha nem bántottak, viszont a kakasok állandóan. Nagyon-nagyon féltem tőlük. Ilyenek a hattyúk is Balatonon, az is ilyen, nem? Hogy aranyos, megsimogatnád, jön, és valami nem tetszik neki, és ott állsz egy kis nyomorúságos kifliddel, ott mit tudom én, van Földváron, vagy nem tudom, Füreden, ott a sétányon, jön valami kis madárka, aki nem ébredt jól, vagy nem tetszel neki, és a világból ki tud kergetni. Én nagyon jól szórakozom azokon az apukákon, akik életük értelmének gondolják, hogy most megmutatják a gyereknek, hogy kell hattyút simogatni. Aha. És még ott vannak a kis hattyúk, és már látod messziről, hogy tudod, kicsit már így borzolja, nyújtogatja a nyakát, és elkezd fújni. Igen. Ez a de apuka akkor már érzi, hogy nem sülhet be a gyerek előtt, meg kell simogatni legalább a kis hattyút, vagy adni neki. És elindul, az ember verekszik a hattyúval féle történet, miközben a gyerek már ordít a kezébe, vagy a földön, és ezt így végignézett. Ez egy madár. Igen, vagy tényleg kis állatsimogatókban, amikor ilyen kecskék vadulnak, meg és szülőkre támadnak, hát azt tud még nagyon szórakoztató lenni. Anyuka áll a kezében, igen, az ócsemege, és ugye arra jön a kecske, de már akkor a mellkasodon van a két első lábával, te emeled az ócsemegét minél magasabbra, mert azt gondolod, hogy az a menekülés, de nem, mert akkor mászik föl rajtad. Kecske iszonyatosan agresszív, és az acskóval együtt megzabálja az ócsemegét. Tehát erre lehet számítani, meg arra is lehet időnként számítani, hogy egy kos megtalál hátulról, tudod, ott hajolgatsz, én mindig azt szoktam, hogy összeszedem, amit szétszórok, tehát hogy az ócsemegéket, és tudod, hogy ne vesszen kárba, vagy ilyesmi, hogy rossz helyre esik, vagy pedig oda jönnek az agresszív. ilyen eset is volt, de azt hagytam. Még én gyerekkorom annyi állattal nem találkoztam, te többen, nem? Neked volt ilyen fétised? Mit tudom, én mindig arra ment és fölrúgott a szamára. Kimentél volt a ilyen serpenyővel is, megkocogtattad egy fakanállal is, tudták, hogy igen, ki a főnök. Ennyi, de hogy nem, Feri, persze. Feri új kígyós nem találkozott hattyúkkal, csak héttyúkkal. Az még durvább. Mondjuk a héttyúk, az nagyon, az új kígyós és héttyúk, azok nagyon durvák voltak. De már ott nősz föl köztük, most nem arra gondolok, hogy libák neveltek nyilván, de hogyha ott... Nem, hiszen kecskék. Hiszen a pajtában volt. Máshogy viszonyulsz. Máshogy viszonyulsz, nem? Egyszer, tehát nem, engem, amikor elvittek vidékre, akkor mi tényleg a gyöngytyúkokat üldöztük a tesómmal, meg lőttük őket csúzlival, meg nem tudom, de valahogy igen, úgy sose éreztem őket a barátaimnak. De nyilván, ha te ott nősz föl, de akkor ők sem, hát, ők sem nagyon persze, egyébként. Ha ők melegítenek téli estéken, azért másod tisztelet. A gyöngytyúk volt a legjobb barátod karácsonykor, érted? Nem, de így nem nagyon bántottak. Nem volt semmi nálunk, meg tényleg az a kapcsolat, ami közöttünk volt, tehát tudták, hogy van egy véges életük, és utána egy gyönyörű befejezés az asztalon, az már is tekintélyt parancsoló. És ilyet nem csináltatok, mert én gyerek lettem volna, és még vidéken nőttem volna, én biztos megpróbálok a disznó hátára ráülni. Lovagolni rajta, tudod, meg a kecskét elkapni a szarvánál, és rajta maradni. Ilyeneket csináltatok? Ideig mi sem jutottunk, csak az a rész, amit aztán ti csináltatok az égő cigicsikkel velük kapcsolatban. Az béka volt. Béka volt, igen. Ugye a béka cigiztetés, hát az klasszikus. Konkrétan megnő, tehát ugye elkezdi beszívni a füstöt. De mi szeret dohányozni? Nem tudja, nem, hát hogy vesz, szívja be a füstöt, igen, és elkezd... Olvasta valahol, hogy tüdőz le, de odáig már nem jutott, hogy fújdíts ki. Igen, fújt három karikát, azt arrém ment, és rágyújtott egy civarra, igen. Nem, letüdőzi, és megnő. És aztán hát nem lesz jó állapotban. Szétdurva. Igen, van olyan, amelyik szétdurva, van ilyen. Egyébként igen. Igen. De hát nyilván, ahol vannak ilyen baromfi udvarok, és ahol sok a mondjuk kosoknál már érdemes odafigyelni, hogyha mondjuk birkákról, meg juhokról van szó, mert ők azért kicsit vehemensebbek, és hihetetlen erejük van. Tehát
tehát hogy nem is néznék ki a méreteikből kifolyólag az ember, hogy, hogy mennyire erősek. Ugyanakkor meg, hogy hát mondjuk bikát már viszonylag ritkán lehet látni, de egy bikával nem szórakozik senki. Tehát benéz az udvarba, visszanéz, és azt látod csak, hogy a frufru alól kinéz valami iszonyat orkarika, tudod? Tehát, hogy ott már nem játszadozik az ember. Igen, na mindegy, ez nem, akkor ez kamu videó, nem? Az, teljesen. De ma már melyik már például nagyon sok húsgalamb volt. Az mi? A vérhúsgalamb. Húsgalamb. Az nem tudom mi. Az, figyelj, ezek gyakorlatilag, ezek olyanok már, mint egy picit, mint a dodók voltak annak idején, vagy az emu. Tehát, hogy ilyen röpképtelen madarak, mert hogy annyira durva, hát ahogy a nevük is mondja, egyébként a húsukért tartják őket elsősorban, tehát hogy ők kétszer akkorát, mit tudom én, mint egy hagyományos galamb, és levest készített belőlük, előszeretett a mamám, egyébként ilyen levest lehetett belőle csinálni. Tudod, hogy milyen finom? Ez egy hosszos állat a galamb. Ezek házi galambok, amik tiszták? Hát a galambra mondják, hogy telen tettünk. Igen, de tudod, vízbe főzöd, az közben megtisztul. Meg a mamám minden nap sikált, tudod, és agyom, mert akkorák voltak. Na jó, van M0-ás Győr felé hatalmas dugó, ez Kinga küldte nekünk, és 405-ösön van egy Trafink Albert, és a felé mindenki menjen szépen lassan. Feri jön mindjárt a recepttel, elmondja, hogy mit készített hétvégére, jó? Elám. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait, és Csabi is érkezik még hozzánk. Jövünk egy pici szünet után. Morning Show. A Klassz FM-en. 3:10 lesz pontosan 6 perc múlva. A 10-es út ürömi elágazástól a Solymári Osanik be van dugulva, ez Sanyi küldte nekünk, valamint hatalmas dugó a Szentendrei úton befelé, a Flórián tér előtt, ez ebben a pillanatban jött szintén. Köszönjük szépen. Az M0-áson Győr felé szintén hatalmas dugó van, ezt Kinga küldte nekünk, igen, és hát egészen pontosan mondom, hogy miért az M6-os lehajtója előtt aszfaltoznak az M1 felüli oldalon, a sor vége már a Dunaharaszti lehajtónál van, gyerekek. Te jó Isten, aki tudja, kerülj el az M0-ás ezer részét, óriási dugó van, Fecó is elküldte nekünk, köszönjük szépen. Mutatjuk, hogy mivel is foglalkoztunk ma. Érdekes dolgokról beszélgettünk reggel, Feri felvetette, hogy van néhány reklám a tévében, ami ugye arról szól, hogy vegyél fel hitelt, és úgy jobb lesz a karácsony. Aztán arról beszélgettünk egészen komolyan, ami persze nyilván egyáltalán nem baj, hogy ki a hibás ilyenkor, vagy ki csinálhatná ezt egy kicsit máshogy. Ugye? Ez volt a te felvetésed. Gyakorlatilag igen, aztán abban is megegyezhetünk, hogy a hitellen magával nincs baj, a kezelésével, hogy te mikor veszed föl. Nekem az volt a bajom még egyszer, hogy a karácsonyt így erre ráhúzni, az kicsit ráságos. De vették a lapot otthon. És most már nem kéri a gyerek azt, amit eredetileg szeretett. Azt egy se kérte, kapott egy szál kolbászt, egy az gyerek, a jó, a másik mellé. Igen. Szóval erről beszélgetünk, nehéz most így egy mondatban összefoglalni, hogy miről is, aki hallotta reggel, azt tudhatja. Valami meghívtuk Hajdu Steve-et, nagyon helyes volt, itt volt nálunk, és ő is ugye játszik a játékkészítők monumentális produkcióban, részletekről és kulisszatitkokról faggattuk Hajdu Steve-et, hogy miről szól ez az előadás, és ő mit csinál pontosan, valamint, hogy hogy készülnek és kik játszanak ebben a darabban, úgyhogy ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Morning Show. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 10 perc múlva pontosan 10 óra, jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Gyerekek, olyan helyesek ma hallgatóink, illetve pontosabban nem is csak a hallgatóim, mert hogy kaptunk díjakat már. Nem is biztos, hogy jó szó a díj, nem? Nem ez a jó szó, hanem egy kis mini kitüntetés, vagy elismerés, igen. Igen. De ne áruljuk el senkinek, hogy mit kaptunk. Nem? Nem mondjuk nem, el? Szerintem senkinek. Legyen titkos? Egy szót se. A következő miatt, hát elsősorban nyilván ti kaptátok, mert ti voltatok kint hosszabb időt, Afrikában, Dél-Afrikában, és van néhány olyan ember Magyarországon, aki sokat próbál tenni azért, hogy az a fajta megítélés, ami eddig volt Afrikával kapcsolatban, hogy beesett hasú gyerekek, meg macsétával egymást ölő emberek élnek Afrikában, ők nagyon sokat dolgoznak azért, hogy ez a kép megváltozzon, hogy ott van szép dolog, van jó dolog, és ők azt gondolták, hogy mi hárman nagyon sokat tettünk azért, hogy ez a kép átformálódjon, amikor meséltünk az élményeinkről. Igen, és csak elleptek itt minket, most bejöttek, igen, a Magyar-Afrikai Társaság, nagyon helyesek. Köszönjük szépen, mindenféle kis érmeket, meg mindenféle dolgot kaptunk, nagyon aranyosak, köszönjük. Csabikám, jó reggelt, hello! Jó reggelt, szevasztok, gratulálok! Egyébként tényleg nagyon nagy dolog volt, így utólag visszagondolva arra, amikor például a Jani kórházba került, hogy elmeséltetek, hogy milyenek az ottani kórházi körülmények, mert az emberek többsége, így magam is azt gondolnám, hogy teljesen más, mint amit ti lefestettetek, vagy amit elmondhatok. Ja, hogy a varázsló gyógyít még mindig egyébként az is megvan, tehát biztos az a vonal olyan területek, igen. Ja, csak most meg is eljutottak odáig, hogy a varázslónak a
csontrázogatása nem segít, akkor azért bemennek a kórházba. Hát igen, már ahol mi voltunk, azért az nem igazi Afrika, az inkább Európa. Tehát azért azt tegyük hozzá, hogy Dél-Afrika azért ugye a hollandok, a búrok által meghódított terület, tehát a legkevésbé hasonlít a valódi Afrikához. Nyilván, ha mondjuk most a nemzeti parkokat nézed, ott igen, de hát azért bemész Közép-Afrika, Nyugat-Afrika, onnan az ebola indult, ott azért... Nyilván, de a táj például szép. A táj nagyon szép, de hogy azért mi inkább az európai részt láttuk Afrikából, és nem az igazi Afrikát, mert Dél-Afrika nem az igazi Afrika. Hát igen, az igazi Afrika talán csak ott jött át, amikor olyan koponya CTM után még feláldoztak egy kakast és a biztonság kedvéért. A vért szétkedték. Nem tudom, melyik segített, de... Igen. Na, mi a recept? Kérlek szépen, én már karácsonyra készülök. Nagyon helyes. A karácsonyi receptekkel az van, hogy minden, vagy a legtöbb családnak van egy bevált hosszú évek óta működő menüsora. Igen, majonézes krumpli, rántott ponypatkó, és azon nincs is baj, úgyhogy a mostani... Rántott ponypatkó. Mi van? Tök jó hangzik. Ponypatkó, így hívják. Ponypatkónak hívják. Amikor felszeleteled a halat, és elfordítod oldalra, csak már nem emlékszel rá, akkor az patkó alakú, ponypatkónak hívják, rántott ponypatkónak és hívják. Nagyon finom. És nagyon jó. A mostani recept nem nekik szól, tehát aki nem akar változtatni, érted, hát az ne csináljon. De aki nyitott az ne csináljon az pozsonyi pontyot. Pozsonyi ponypatkó kiflit. Viszont egy olyat csinált, ami nagyon gyorsan kész van, nem időigényes, rettetesen finom, az alapanyag egyik része az sajnos drága, és nehezen beszerezhető, de karácsony van. Egy gyönyörű, zöld fűszeres morzsakéregbe forgatott bárányborda van, amin a csontok, tudod, itt kiállnak. Atyám! És két körettel megküldtük, az egyik része az elfogadott, bár kevesek által szeretett kell bimbó, de ezt meg lehet úgy csinálni, hogy ehető legyen. Tehát ott annak azért, van ehető része ugye? Is? Ott igen. Azért felszoktál állni így az asztaltól. Akinek nincs kialakult menüje, vagy egyszer szeretne változtatni, annak van egy ilyen, és most, ezt sose szoktam magam nagyon dicsérni, olyan fotót csináltam, hogy besírom. Na, tényleg jól lehet? Annyira szép lett most. De dicsérd meg magad, kell az, hogy az ellenje megdicsérje saját magát. Kicsit megveregettem a vállamat, és még a Csabi is megdicsérte, de mondjuk ő a telefon hátulját látta csak, ahogy mutatta. Nagyon szép. Én is gondolkodtam, hogy inkább rendelek tőletek karácsonyra. Lehet. Lehet. Megnéztük. Jól van. Szóval fent van a Facebookon. A Morning Show Facebookon. Így van. Jó. Gyönyörű lett a kép. Majd a gyerekről is csinálja majd harmonika macskásat. Jó van? Van. Család a fotóalbum. Mutass. Morning Show. Az bizony. Hello. Hello. Na, hát tényleg ekkora a baj, amit írtál? Hát, na. Azt írta nekünk, azt mondják, az őszinteség a nyerő, egy hete ülök a szállodában, 40 fokos lázzal, elég rosszul vagyok, unatkozom, hallgatlak benneteket, nincs jobb, mint amikor fizetsz egy üdülésért, aztán baromira betegen fekszel az ágyba. Éljen Bécs, éljen a szerencsém. Igen, nem írtad alá, hogy hívnak? Szabi. Szabi, hello Szabi. Tényleg ott fekszel betegen? Hát sajnos igen. Ó. De az viszont besülendőt kimentél. Tehát akkor már érted, ott fekszem. Igen. Így van. Ha fertőzöl, inkább ott fertőz. És ez egy nyaralás lett volna, Szabi, hogy elmentetek egy hétre Bécsbe? Vagy hogy kerülsz te oda? Ilyen telelésszer. Igen, karácsonyi vásár. Kipapcsolódni, pihengetni. Igen, mert ugye az ember, ha megy nyaralni, úgy ritkán megy egy hétre mondjuk Bécsbe. Nem egy napra, két napra kiugrik az ember, vagy kiugranak sokan, de egy hét azért az bevállalós. Hát, ha jól van. Kicsit ilyen hegyekbe, esetleg ilyen túrázások, tehát Bécs környékén. Meg van kint rokon is. Ja, hát na úgy értem egy hét Bécs. Szabikám, megsajnáltunk, és te lettél a naphallgatója, ha már ilyen hányatott sorsod van, akkor fogadj el tőlünk egy ajándékcsomagot. Jó, leadjuk a recepció. Nagyon szépen köszönöm. Kiderült már, hogy mi a baj, vagy csak egy sima megfázás, vagy valami influenza? Fogalmam sincs, mert itt nem voltunk orvos, nem szedek félre mindenféle ilyen gyógyszer, de inkább a teákba iszek, meg ilyen gyógyszerek, ez. Aha. Szerintem az jobb, mint az ilyen antibiotikumok, vagy ilyen mérgek. Ne aggódj, amíg csak az orrod folyik, addig nagy baj nincs. Ez ilyen nagyon szülős volt. Igen. Szabi, küldjük neked a csomagot, jó? Köszi, jó, hogy minket hallgatsz. Ciao. Hello. Gyorsan, hogy mondjak egy programajánlót. Állatok karácsonya lesz a Novi Állatotthonban. Vasárnap 11 órától 15 óráig, aki meg szeretné ajándékozni, ezt szó szerint kell érteni tényleg, a kis állatkákat, akkor az megteheti. Tehát vasárnap 11 és 15 óra között a Novi Állatotthonban.
Ma délután 3-kor gyertek ki a Vörös Marti térre, jótékonyt lepényt árulok ma búzos anyival. Azt minden évben csináljuk szívbetegeknek. Vegyetek, ilyen lepény van, ócsó, jó, azt a pénz megy jó helyre. Finom kell, bimbós. Azt nincs benne. És a morningshow.hu van egy fotópályázatunk. Bizony. 50 ezer forintot lehet készpénzben nyerni. Remek zenék, Csabi? Közeleg a karácsony, és a csészületünk, és már az adventi időszak van. Nem, a Leona Louise-nak volt egy karácsonyi lemeze tavaly. És én nagyon szeretem az ő hangját, és erről a lemezről fogom lejátszani a One More Sleep. Már csak egyet kell aludni, és jön a karácsony. Című dalt. Hát jó. Az jó. Átszellemülünk. Jól van. Csabi jön a kívánságműsorral 555-55-00. Holnap kitartás azoknak, akik dolgoznak. Mi nem vagyunk. Hétvégi menetrend van, de gondolunk rátok, mikor a paplan alatt vagyunk, vagy alszunk, mi nem tudom, mit csinálunk. Kitartás. Jövünk hétfőn 6 órakor. Jó, szevasztok, szép napot. Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébred. Ez volt már a Morning Show. Morning Show! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsor.